Nem megy ez nekem. Mostában annyira sok a probléma, ezek a kibaszott taktikai fasságok. Rengeteg. Én mondtam a UPC-s nőnek, baszki, hogy fos ez a szar. És mi fos, mi szar? Nem, semmi amúgy, minden okés. Nem, szerintem szar ez a router. Komolyan, nem a neten ment el, végig láttam a chatet. Minden működött a másik gépen. Tudjátok mi a baj? Már bizonyos portokat eldobál a router. Portokat. Mert hogy UTP, vagy RJ45, vagy tudjátok, UTP portokat. Nem tudom, mi ennek a neve. De az. Kurva életbe. És hát másik gépen van net ilyenkor. És nem a gépem szar. Újra kell dugni. És akkor jó lesz. Úgyhogy ki fogom próbálni, hogy leszarom ezt a szart, ezt a fostengert. Miért kicseréltetni úgy sem tudom, mert nem tudom. Azt mondták, hogy ezt még nem cserélik. Csak hogyha teljesen szar lesz. Úgyhogy szerzek egy gigabites mikrotik routert, beállítom itt a büdös kurva élet, azt olyan wifi szórás, vagy minden szórás lesz itt, adás szórás, élő szórás, minden, hogy az hihetetlen. Csak szereznem kell egy gigabites routert, mert nincs. De akkor már jó lenne mikrotiket, mert én azt szerettem amúgy. Meghoz, közel áll a szívemhez, meg be tudom állítani faszán most már. És de nyilván az a helyzet, az ügyfeles, én mondom neki, hogy nekem ez a szakmám nem hiszi el. Tehát mindenki ezt mondja valószínűleg, nekem ez a szakmám, én értek hozzá. Az összes ügyfél ért hozzá, aki felhívja őket. Tehát nyilván, hogyha én azt mondom, hogy értek hozzá, ugyanúgy kiröhögnek, mint az összes többit. Úgyhogy, ja. Mindegy. Kell egy rútert bekötnöm. És akkor ezt meg használom. Mi a faszomnak? Minek hívják azt? Modemnek. Ez van. Ja, amúgy szia, Ursus. Bocsi a kis kihagyásért. Ez most kivételesen a router hibája volt. A netem nem ment el. De érdekes, mert a gép az azt jelzi, hogy izé van. Tehát, hogy megvan a kapcsolat. Tehát megvan az IP címem, tudom pingelni a routert, mindent tudok csinálni. Meg tudom pingelni a routert. Egész egyszerűen azon a porton nem jön be a net. Tehát nem jön be a net. De ezt nem értem, hogy működik. Tehát szerintem csak úgy szimplán fos. Pohár alátétnek jó lesz. Hát... Ja, jobb hiány esetleg. Igen. Valami ilyesmit kellene. Lehet, tényleg be kellene tenni, megmikrózni. De tényleg csak egy pillanatra beteszed, mikróba, ráindítasz, 5 másodperc kiveszed. Nem szabad tovább, mert gyanús. Hát amikor már olvad a műanyag, meg minden. De egy 2-3 másodperc megrikrózni, tudja, hogy tönkre megy, és senki nem fogja tudni megmondani, hogy most ezzel mi történt. Hát... Egyik tapros lett. Felkértem, azt nem volt fifi. De olyan szinten hülyének nézik az embert, jó, nem hülyének nézik, de nyilván az a hibakeresés első lépése. Akárhányszor felhívom a UPC-t, hogy amúgy van valami gond a nettel, első kérdés, wifi-ről vagy kábellel? Természetesen kábellel. Nyilván. Wifi, tehát hogyha valami gond van a nettel, az első dolog az, hogy szar a wifi. Nekem is az első gondolatom. De... Na. Jó, tudom, tehát nem nézek ki elég intellektuálisnak telefonon keresztül, mert nem látnak. Nem látják a fejem. Mit kell csinálni ezzel a Farmstation-nel? A kell farmer. Nincs farmerünk. Hát az mondjuk lehet. Az lehet, de nézzük meg a room... de nézzétek meg. Hát milyen szép szobánk van. Ja, persze, Ursus, nyilván. Tehát nem azért mondtam, mert hülyeséget akarod beszélni, hanem tényleg komolyan gondolom. Ha csak telefonon nem vagyok intellektuál. Nem, amúgy sem, tényleg. Húzzam ki a hálóba, hogy ne lássak a programban, és mondd nekik, hogy nem csatlakozik, nem is világ, itt nem jön ki. Ja, nem jön ki senki megjavítani, instant küldik az újat. Nem, mondjuk ez eszembe se jutott. Jogos! Ez jogos! Ez a baj, hogy... Az a baj, hogy szerintem nem tudok jól kamuzni. Szerintem a hangomon hallatszódik, hogy kamuzok. Igen, csak nem világít az eleje amúgy. Be van dugva, persze, hogy be van dugva. Tehát én így mondanám. És szerintem ez így nem, ez átlátszó, nem? Kicsit. Mintha az lenne. Áj, az első gombám learatódik!
Gomba! Mikor tudom újra ültetni a gombát? He? GTA 3 stream. Te már Matesz itt voltál a GTA 3 stream? Igen, igen. Ursus nem volt itt. Volt egy stream, amivel felhívtam élőadásba a UPC-t. Igen. Mekkora egy balfasz pöcs vagyok. Na mindegy, hagyjuk. Talán nincs meg a nyoma már az interneten. Ja, hogy a nők azok simán tudnak hazudni. Lehet. Ne menjek pókerezni. Igen, akárhányszor megpróbálok haverokkal pókerezni, nekem ez nem megy, mindig ilyen, így vigyorgok, baszki, amikor izé van, kézbe osztott király párom van, én meg így. És nekem ez a póker arc. Agancsültetvény? Ja, az agancs... Agancsültetvény, baszki! Ez a növény, ezek ágak. Jó, ez jó volt, azt hogy azt hiszem, vannak ilyen beszólásai. A birodalmi csillagromboló az a pizza szelet, a tiavadász pedig a napelem. Tehát ez így nekem kurva, nekem nagyon tetszenek ezek a kis dolgok. Már kapcsoljuk ki ezt a szart. Elhiszem, hogy a gomba ezerszer jobb, de így is kevés a kajánk. Nem nagyon hűl az a levegő, kérem. Hűlhetne jobban is. Mondd a pizza szelet. Ja, és tudjátok, mire jöttem rá? Jaj, Zoli! Ki vágja a Star Trek-et? Ki Star Trek-es közületek? A kurva életbe általános iskolába jöttem rá. Szelet kenyér. Mindenki látott már szelet kenyeret. Meg van kenve valamivel, de tök mindegy. Csak egy szelet kenyér. És folyamatosan, rendszeresen úgy haraptam a kenyeret, hogy felülről nézve ferengi hajó formája lett. Tudjátok, hogy néz ki egy ferengi hajó? Hogy van a kenyérnek a sarka, az a ferengi hajónak a hátulja, és akkor van benne egy ilyen kicsi bevágás, ez egy kicsikét kidudorodik, és akkor a tetején egy ilyen pici, egy ilyen kis kurfli, és akkor megint egy nagyobb bevágás, és akkor egy ilyen fél hold kb. Csak kilóg belőle egy ilyen tulipán, aminek nincsenek meg a szírmai. Na, és akkor egy mindig folyamatosan ferengi hajó formájára rágtam a kenyeret, és ez még mai napig előfordul néha. Na, majd hogyha sikerül egy ferengi hajót kirágnom egy kenyérbe, majd azt megmutatom valamelyik streambe. De baszki, és szerintem amúgy azt a hajót úgy alkották meg. Én biztos vagyok benne, hogy ott ült a, nem tudom, ki írta, hogy kihez köthető, de biztos, hogy valakihez. És akkor tuti úgy rágta a kenyeret ő is. Mert hogy olyan formájú hajót azért még nem nagyon láttunk filmben, hogy kinéz egy ferengi hajó, de most komolyan, tehát egész egyedi. És ki tudod úgy harapni a kenyeret? Ez 100. Próbáljátok ki. Átlagos formájú kenyér, inkább kicsikét tojásdad, keresztmetszetű kenyérről van szó. Nem hűl ez a levegő. Valamit hűl, de inkább azt mondanám, hogy terjed, nagyon szépen lassan a cucc. Biztos, hogy hűlt valamennyit. Ez kellett hűljön. De hogy visszahűlt pár a bázis? Nézzétek meg, itt például tök hideg. Mondjuk itt szerintem mindig hideg volt, de remélem állat. És mi ez a nagy hidegség itt? Mert persze minden, ami kijön ebből a printing padból, minden hideg. Utáltad a ferengiket? Ezért izét bírtam. A Deep Space Nine-ban volt. A csapos. Na, őt mondjuk bírtam. De hát mindegy. Nos, miért van itt 30 fok? Quark? Igen. Quark. Jó, vannak az embernek ilyen kis hobbiai. Ez is egy olyan. Dugj meg egy másik csatlakozót. He? Ezt most nem értem.
Dugj meg egy másik csatlakozót. Dugj meg egy másik csatlakozót. Jó, mindegy, jöjjünk rá, mi legyen a következő? Dugj be egy már. Most értem jobban. Mindegy, jöjjünk rá, mi legyen a következő lépés, amit megcsinálok. Legyen az, hogy találjuk azt ki, hogy ezt a felesleges áramot hogyan kössük be. Na jó, mondjuk azt tudom konkrétan, hogy hogy. Jaj! Megvan, mit kell csinálni. Fémet akartunk gyártani ehhez az S-alakhoz, hogy jobban visszahűtsük a vizet. Aha. Keresek gombát. Jó, hogy a routerbe. Jó, hogy a routerbe dugjak be. Most én... Megint megállt a stream? Nem. Majd lehetséges, hogy kicserélem. Másik porton lehet, hogy jó. Ez dolog. Ez akkor derül ki, amikor kiderül. Vagy valami olyasmi. Ilyenből kell leraknunk még ide párat. Mennyi kell egy cumóhoz? 50. Üs! Ja? Az most oda került? Lehet, hogy oda került. Így. Aha, jó lesz ez, megcsináljátok. Sajnos Klingon hajót még nem próbáltam kifaragni. Ami. Hát, ezzel most mi lett? Nem lett meglátható ma? Csinálódik ez. Megvan minden. Na jó, igen, ezt itt kikapcsoltam. Akkor legyen a következő, hogy ezt bekapcsoljuk, és kitalálhatnánk az jóra. Elmegyek gombáért. Rendben, elmegyek gombáért, itt ezt még kicsit jobban teleültetjük, és aztán kitaláljuk erre az automatizációt. Nagyon érdekes lesz, fogalmam nincs, hogy hogyan fogom megcsinálni, de megcsináljuk. Ezt bekapcsolom. Ja, azt ott bekapcsolom. Melegítsük fel a cuccast. Jaj, hát menjél ki onnan, nekró, megsülsz. Megfőzünk. Még bedobunk melléd egy kis répát, meg izét, aztán kész a nekró leves. Te gomba, keressünk gombát, amíg az a víz melegszik. Hát egyszer csak jó lesz. Kíváncsi, hogy mennyire fog visszahűlni itt majd a víz. Gomba. A gomba az nem sokszorosítja magát, a kurva, mennyi gomba van itt. Te atya ég! És egy csomó széndioxid. Bassza meg. Jó, csináljuk azt, hogy csinálunk ide zsilipet, oké? Szia, Klupi! Nem sok fémem van, de annyi van, amennyi... Nem sok, kurva kevés. Bassz meg. Jó, erre elég. Így. Ezt még így. Aztán... Ez így valamennyire jó lesz. Ezt még akár végig is húzhatom csempével. Nem innen, nem innen. Természetesen nem innen. Mondjuk így. De csak ennyire. Legyen formája. Ja, ezt Geleno festette. Geleno designer, tudni kell róla, hogy szép érzékek, kiváló. Egyszerűen tökéletes, és nekem amúgy tetszik. És ezt kell nézzetek el alváskor. Mert minden reggel erre keltek. Szerintem vidám kis rajzocska, tehát nem mondhatod azt, hogy rossz kedved lesz tőle. És az a lényeg. A morál. Tehát, hogyha valamitől rossz kedved lesz, akkor rossz a morálod. Ha valamitől jó kedved lesz, jó a morálod. Jó kedved lesz tőle. Done. Azt nem tudom, újra lehet-e festetni. Majd, hogyha valaki tudja, az mondja meg, hogy lehet újra festetni ezeket. Na, hogy áll a vízünk? Hát, ezt még melegíthetjük egy jó darabig, de azért ebben jó sok víz lesz. Én erre teszek prioritást. Illetve nem is kell, csináljátok ti magatoktól ezt. Nem kell prioritás, jól van. 10% a stressz. Tök jó. 13. Yeah. Lófüty. Az immunrendszerünk gyenge kicsit, Klupié főleg. Bármint, hogy a 60, nem olyan gyenge az, de lehetne rosszabb is persze, de nem olyan jó.
Szóval ezt a széndioxidot már nem akartam beengedni a bázisra. Nagyon nézzük meg, mit kaptunk. Aranymalgám. Hát az kell. Ezek pont jöhetnek mindig. Aja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 j
Csináljunk még egy ilyet. Lemásoljuk ezt egy az egybe. Nem is tudom. Fölővízben, ha van csír a gond, meg az öntözőbe, csak őből kaját. Ez egészet megtisztítom. Amúgy. Elméletileg, ha fürdő vízbe van, az... Nem tudom. Ezt őszintén szóval nem tudom. Adefik barátom nagyon sokat oxigenezik, és ő nem szokta megtisztítani a vizet, és állítólag nincsen semmi baj. Szerintem is stílusosabb. Elegánsabb. Inkább azt mondanám, elegánsabb. Jaj, Istenem, mit csinál Zoli? Jó, oda mentél be lihegni. Jól van, nem baj. Nem tudom, hogy megérje. Igen, ezen gondolkozom én is, hogy lesz elég vizem, mert ja, nem biztos. Úgyhogy inkább nem kockáztatok egyelőre, de nem majd kiderül. Fogalmam nincsen. Jó, akkor itt most már felmegyünk, mint a disznó. És ott ez a rakás gomba. Ú, de jó lesz. Kiszedjük. Igazából így minden estül. Azt ott nem. Azt ott nem. De hogy így ezek mind jöhetnek kifelére, így minden. Illetve ez nem is. Ezt nem aratjuk le. Vagy nem szedjük ki a földből. Ez mik ezek amúgy? Ez dísznövény, igaz? Semmire, ez dekort ad csak, aha. Akkor kiszedhetjük a földből, nem számít. Igen, jég az még van, amúgy. Effektíve. És a fagyos bájom az akkor is fagyos bájom marad, amikor már nincs ott jég. Én úgy gondolom. Mert ez konstans mínusz 20x fok, tehát ez mindig is ennyi volt. Semmit nem változott. Úgyhogy ez igazából csak jó. És oda? 99 fokos. Ez a fos 99 fokos. Hát bazd meg. 99? Én meg átviszem rajta a csövet? Basz. Hát kemény. Hát nem sokat változtat, mert itt elmegy mínusz 4 fokos víz, levegő, itt meg mínusz 3, tehát hogy olyan sokat nem nyom. A ladba. Na jó van, nem hiszem, hogy foglalkozok vele. Na-ja-ha-ha! Három agancsfa! Három! Jó lesz ez! Szerintem fellendülőben van a gazdaság. Én látom. Én ezt most már látom. Tök jó. Nekropanaszkodik, nincs elég levegő. De kinek kell levegő? Kinek? Ó, ez az. Mushroom. Egy gomba. Két gomba. Három gomba. El fogját küldetni, biztos. Egyszerűen remek. És készül belőle a kajci? Azonnal? Nézzük meg oxigén szinten, hogyan állunk. Hát, ezért ez elég cinkes, kurva életbe. Most, hogy nem, tehát, hogy az algával nem foglalkozunk így, ez most egy elég szar. Nem olyan bitan pusztulatosan fosztos, csak úgy aránylag szar, de lehetne sokkal rosszabb is.
De hát azért a stream elején ez jobban jobb volt azért ennél. Itt a növények, 4 jó az oxigén. Még egy gomba. Hoppá. Add meg, hova lett. Eltűnt. Ott van. Teljesen jó. Jajajajajaj. Mi van a griddel? A grid 2 ingyen behúzható Humble Bundle-ön. Nurse szagold. Á, köszi szépen. Majd megnézem. Mint a grid az meg lenne. Na de nem biztos. Memóriám általában csal ezekkel kapcsolatban. Még kellene ilyen cuccot csinálnunk, nem? Ilyen iron cumót. Csináljunk párat. Valaki csak megcsinálja mindjárt. Az egy az natív? Mi az a CTD? Csak CTD-zik. A Lutrissa, a Gold, Protona meg Garbage. Az érdekes. Hát lehet Lutrissal is tolni. Habár őszintén szóval mióta van Proton, én már nem nagyon akartam Lutrissal feltelepíteni ilyen cuccokat, mert hát ugye kényelmes a Proton. Mármint ugye Steam Play kurvára kényelmes, és inkább úgy menjenek a cuccok, baszki. Ha egy mód van rá. Jaj! Jaj, jó, hú. Megfeledkeztem erről, de nem gázos. Szerencsére nem gázos. Crash to desktop. Tehát, hogy crash-el. Ezt is írhattad volna. Úgy mindenki érti azonnal. De így viszont legalább megtanultunk egy új fogalmat. CTD-zik. Ott van egy kis alga. A CTD hackerebb, aha. Ez kétségtelen. Ja, tényleg! Igen. Ezt akartam megcsinálni itt a Critter feedert lerakom, meg lerakom a gondozót, Critter gondozó. Ez melyik az? Stations. Igen, ez. Úre jó. És majd lerakok egy inkubátort, és valahogyan csinálok műanyagot, meg ilyen dolgok. Aha. Jogos, Zoli. Ott megy a gomba. Új gombánk sajnos azóta sincs. Mi hiányzik? Ja, trágya. Meg kell trágyázni ezeket. Aha. Hoppá, még egy gomba. Alakul a gomba farm. Köszi a tippet amúgy a gombákkal kapcsolatban, a Defik. Fontos volt, hogy ez legyen. Ott egy kis alga. Még egy kicsit stabilizáljuk az oxigént ezzel a kevéske algával, aztán te kitalálok valamit. Nem tudom, mit lehet kitalálni. Nekiállok műanyagozni, de műanyaghoz kell... Mi a faszom? Az a olaj, vagy micsoda, nem? De mindjárt megnézzük, mi kell a műanyaghoz. Lehet, hogy még ki se fejlesztettem. Már ha nem fejlesztettem ki a műanyagozást, akkor szerintem ráúszítom a mi kis kedves gilminyonunkat. Plastik. Nem, csak a tipp a gombával annyi, hogy használjam őket. Tehát, hogy igazából a tipp az ennyi volt, hogy a gomba az kurvára megéri. Mert nem kell, tehát gyakorlatilag igénytelen, és jó kaját lehet belőle főzni. Ez volt a tipp lényege. Még az előző streamben. Még egy. Láttam, hogy V3 sokat oxigenezel te is, tehát téged is elkapott a dolog, mert fel vagy a Steam barátlistában, és csak azt látom, folyamatosan gémenyom, meg V3 belépked az oxigenbe. De ez király, amúgy. Más ember lennék, hogyha nem állok neki ezzel játszani.
Gombameta van. Természetesen. Na jó, ezt a szart leállítom szerintem. Ebben már ki fognak halni a kórokozók. Úgy gondolom. Disable. Meg így rengeteg áramot fogyasztunk. Nem is nagyon bírja az alsó aksi ezt a nagy nyomást. Na itt fent rendesen kiirtottuk. Nem tudom ezt még elültetni. Ó, dehogy nem, pont kettő gombám van. Remek! Remek, akkor már csak kell egy farmer, aki ezt tudja nyomatni. De nézzük meg a morálokat. Nem vagyunk jó morálból, az biztos. Sokat nem javulhatott. Hát igen. Renének 11-es morál 8 kell. Nekrónak 13-os morál 8 kell. Micsoda, 16 kell a tier 5-ös atyaig. Gil 11-es morál 12 kell, de Gil neki kötélből vannak az idegei. Klupi az, aki ezt nem nagyon bírja. 9-es morálja van. Szegény Klupi. Mit kell vele csináltatni, hogy ez van? Kitty 11-es morál 12 kell ehhez. Hát lehet, hogy farmerbe fel kéne őket léptetni. Prioritet 14-es morál. Ó, rencs. Remek, akkor prioritert és Kittit előléptetem. Aztán maximum majd vissza, hogyha gáz van. Na, hogy nem vagy Atlasz? Hát, most mit mondjak? Lehet, hogy nem. Tehát ti most jelenleg 19-en vagytok, és az emberek meg csak 10-en. Itt a bázison, úgyhogy valaki ki kellett maradjon, és ez nem személyes. Elhiheted. Erőj neki ott a gyémántot, baszkosz, meg se köszönted. Itt sírtál, nekem sírtál, rítál, nincsen gyémántot, kaptál gyémántot, azt tovább sírsz. Mi van? Lehet visszaléptetni. Ja, de csak akkor nem lesz jobb a... De jobb lesz. Én szóval múltkor visszaléptettem Kittit, és megoldódott. Megoldódott a stressz problémája. Nem lehet. Akkor behalusztam? Lehet, hogy behalusztam. Nem, nem kaphatsz moderátort. Úgy, ahogy Oli-tól is visszavettem a moderátori jogot okkal. Mondjuk Oli el is tűnt. Ment, hogy vissza is mondta a követést, meg megharagodott, meg mindent csinált. De amúgy Oli sem volt való moderátornak, te sem vagy való moderátornak, Andris sem való moderátornak, mert nem tudnak hideg fejjel gondolkodni, és visszaélnek ezzel a dologgal. Most ki is néztem, akkor se lehetett. Bazd meg, behalusztam, vagy álmodtam? Valami baj van. Hát az agyam az nincs a helyén, de sose voltam úgy, tehát nem változott semmit, csak mondom. Nem ismertek régóta, de hát ez van. Mindig ilyen volt. Jó, lehet, hogy akkor nekem sem lehet, csak behalusztam V3 simán. Micsoda kaja! Micsoda kaja! Ja, most már nem kell hirtelen, most egy kicsikét nem kell ennyire főzni, vegyük vissza ezt a főzés mániát, oké? A másbárt azt ki is veszem. Ezt ne csináljuk. Hogy ne? Nulla. Így, azt most hagyjuk. Azt már fejezd be, aztán kész. Húha! Tele van a hűtő! Ez a legjobb, amikor tele van a hűtő! Telefokoltuk! Fizetésnap! Hirtelen egy napra tele lesz a hűtő. Ja, szia Béla! I'm not a Béla. De jó. Mennyi kaja? Igazából lassan-lassan lehet le is kérhetnék egy embert. Nem, oxigénnel még nem állunk stabilan. Oxigén miatt még nem. De kezdjünk el műanyagozni. Gil, kifejlesztetted már? Mi az, hogy még nem? Nem, Gil lazsál. Mik vannak itt? Hatchek. Hatchling. Comó. És eltűnt a Farm Stationről a cucc. A kis ikon, hogy nincsen meg a megfelelő képesítésű emberke. Most már az is megvan. Tök jó! Teljesen jó. Hatcheket etetjük ügyesen, és akkor majd ugye el lesz látva. Remek. Te hoztad fel. Tehát, hogy akkor van téma, akkor vannak bizonyos témák, amikor felhozzátok. Ha nem hozzátok fel, akkor nem téma. Bármi lehet téma, amúgy ezt hozzáteszem.
De a műanyag olajból lesz, baszki, olajat még kell szerezni, ahhoz le kell ásni mélyre, ennél mélyebbre. Úgyhogy ez itt most félig szopás, van itt egy kis víz. Nekem, engem ez a víz, ez itt zavar. Szétfolyasztjuk, aztán felmossuk. Az a helyzet, hogy érdekes ez a dolog, ez a latex cicorucis téma, de lehet, hogy én nem vagyok annyira odaérte, mint te. Jó, mert amúgy kiemeli a formát, de az, hogy fekete színű, ez inkább ilyen kicsikét ilyen morcossá teszi, ilyen dominás, és nem vagyok én ilyen domina fétises. Nekem az, hogy annyira nem jön be az a helyzet. Nem láttam én még ilyen videót, úgy mondták, hogy létezik olyan, hogy nem tudom, lehet, hogy akkor neked az is bejön, csak úgy a latex témákhoz így kapcsolódhat. Van ez a vákumágy. Sose láttam még ilyet. Tényleg, fogalmam nincs, miről beszélek. De az neked bejön, Zoli? Ez a vákumágyas téma? Ja, amit 18 pluszos a csatorna, csak szólok, tehát, hogy ezt így most hozzátenném. Bár a vákumágy önmagában csak egy tárgy. Az más! Az a vákumfétis, az más, de van az, amikor így, tehát így benne vagy egy ilyen fóliában, mármint, hogy nem te, meg nem is én, és az így rátapad a testedre. Az egészre. És esetleg egy kis pálcikán kapsz levegőt. Van ilyen? Amúgy nagyon durva. De én nem tudom, mesélték. Ja, a gyűjtőfogalomban benne van, aha. Na jó, mindegy, oké. Okay. Csak érdekelt, mert nekem se jön át, csak gondoltam, hát neked igen. Mindegy. Ennyi, off, vége van, csak... Azt a kurva, mi ez? Jó, hogy ez a... Ó, hogy nem jön neki Kitty. Hát ezt figyeltétek? Megbügybüröttyör te. Megtölti a gépet, várj, ezt nézzük lassítva. Megtöltötte a gépet. És azt mondja, bügybürütty. De királyet még nem is láttam. És ez magától működik, én ezt nem tudtam. És nem kellene a tojásokat kikeleszteni? De ki kellene, csak hogy nincsen inkubátorunk. Van egy rakás tojásunk amúgy, azt hozzátenném. Jó, akkor ez itt megtörtént. Mossuk ezt itt fel. Az meg. Szerintem nem tudom felmosni. Túl nagy mennyiségű. Még jobban szét kell terjeszteni. Egy beli, a Benny gondolom. Venni áll így egy csaj, venni, megkérde, hogy öltözöd át, mert fekete, szomorú, depresszív színű. Hát, igen, mindenkit megkérném, hogy öltözzön át. Jó kedvű akarok lenni. Hogy például valami cosplay-es téma, az, mondjuk az úgy bejön. És nem feltétlenül a macskanő cosplay. Mert ez majdnem ugyanaz. Már majdnem ugyanott tartunk. Na, megcsináltuk a fémünket? Gondolom meg. Akkor azt próbáljuk meg, hogy ezt a csövezést egy kicsit tovább folytatjuk. Igen, ez kell, ez. Aha, meglett a csövünk. Remek. És akkor innen megyünk tovább. Hát mondjuk így idáig. Pirostól kurvás? Nem is az, hogy depis, csak olyan morbid jellegű. Ezek a sátánista témák nem jönnek be az a helyzet. Tehát tudom, hogy a bőrruha az nem sátánista, csak ez a fekete színvilág, ez a erőszakosság egy kicsit, nem ez a dominancizmus. Nem, nem jó szó, hogy depis, csak hogy nem mindegy, hagyjuk, nem fontos amúgy. És ezt miért nem csinálja meg?
Itt ez a, ez a kettő növény, ez itt már egy csomó ideje trágyázásra vár. Hát mindegy. Érdekes stream téma, igen. Mindegy, kifulladt ez a téma számomra, úgyhogy nem akarok én ebben jobban belemenni. Inkább azt kellene kitalálni, hogy hogyan menjünk le olyan szintre, hogy legyen olajunk. Mert hogy ugye az lenne a cél, hogy legyen olajunk. Viszont a bázistól nem olyan nagyon messze kellene lemenni, viszont itt alattunk van itt egy csomó alga. Azzal meg azért nem akartam foglalkozni, mert alga. Baszki. Ez itt a nagy helyzet, baszki. Akkor hol menjek le? Hol legyen olaj? Mindenhol alga van. Tehát ez egyetlen egy hely, ahol le tudok menni, ahol nem ütközök algába, az itt ez a rész, viszont ez meg... Hát... De ugye fene annyira nincs messze. Jó, megnézzük ezt a részt akkor, ezt itt kiássuk. Mert hogy itt ezt a bázist itt amúgy is fel kellene fedezni. Mi ez a feketeség itt? De bemegyünk ügyesen. Nehéz, nehéz olyan szinten lemenni, ez így van. De kell a műanyag az inkubátorhoz, hogyha jól akarjuk csinálni ezt, a, ezt az állatkázást, akkor, akkor kell. Kétségtelen. Mert ez az egy hatch, mire elkezd szaporodni. Nézzük a... Na bazd meg. Bocsi, nem tudom, hogy sikerült kijönnem a játékból. Hát, elméletileg van esély, hogy dobjon neki tojást amúgy, mert lehet, hogy fog. Tehát, hogyha... Ha jó a kedve, fog. Jé, meg is lett gyűrűzve. Hát itt oxigén probléma van, ja. Kurva élet. Ez így egy problémás, baszki. Ezt itt lebontom. Ez itt amúgy ide nem kell. És mi lenne, hogyha ide tennék valami oxigéntermelőt? Ide. És nem elektromosat kéne. Alapvetően. Ez ugye ez akkor került még ide, amikor itt nem volt fal. Aztán úgy ott maradt. Zavar ez a blokk itt, azt kiszedjük. Jó. Nem, van a hasznos backseat kategória, én ezt mindig is mondtam. Gil nagyon jól csinálja már, meg Batman a hasznos backseatet. Lehet jól csinálni, Atlasz. Megpróbálhatod. Tényleg, nem fogok rád haragudni. A rózsaszín szoba. Kemény. Hogy lehet egy színnek a mániákusa lenni? Én ezt sose értettem. Egy színnek? Furcsa. Baszki, itt egyesével haladnak, mert annyira kevés a... Mondjuk, hogyha itt kicsit lerövidítem az utat, talán jobb lesz. Teszek egy kis prioritást. Készülne, minél hamarabb oda termelünk egy kis oxigént, bár... Nincs algánk, úgyhogy nem fog menni. Keresünk algát még egy kicsit. Oda betermelünk egy kevéske oxigént, aztán talán ott egy ilyen kis checkpoint lesz nekik. Azt viszont úgy tudnánk, hogyha én itt felmennék, ott lesz egy kis szenünk is amúgy, ez tök jó. És például felmegyünk itt ezzel a létrával. Nem pont itt kellett volna, de így. Na nézzük, mit kaptunk. Hatch tojást. Nagyon jó. Most erről kurva sok hatchet fogunk tudni csinálni, csak még mindig nem tudjuk odavinni a tojást. Ezzel ez a probléma. Mindegy, legyen a hatch tojás. Uh,
Á, nagyon jó. Na, hogy állítom? Cucc. Fogynak a kórokozók, fogy a víz is, de mire itt ez a víz, ez kicsikét már vészesebbre fogyni, tudja, hogy itt a kórokozók el fognak tűnni, és ez itt kurva sok víz amúgy. Az nagyon sok. Több, mint ami ide befér. Úgyhogy teljesen jók vagyunk. Jó, erre teszek egy kis prioritást. Itt, hát hogyha ez itt elkészül valahol, akkor itt lesz algánk. Igazából itt is rövidíthetnénk az úton, ha például ezt itt kiszedném a picsába. Ja, de ezt nem tudom kiszedni. Ja, mert ezt dekonstruktolni kell. Aha, világos. De atyaig milyen sokáig szedik szét. Hoppá. Ezt meg csak azért raktam ide, hogy gyorsabban fussanak rajta. Amúgy... Nem, mindegy. Ezt nyissuk ki, ezt az ajtót. 9-es. Submit bioscan. Gondolom, valaki oda megy. Mindjárt kiderül. Nagyon kevés a fémünk. Ezt elhozom eddig, ezt a kábelt, aztán majd kitalálom, hogy hogyan kössük be. Remélem, hogy sikerülni fog valahogy értelmesen felhasználni a plusz energiát, mert attól félek, hogy amint bekötöm a rendszerbe, fel fog borulni a dolog. Tehát kellene valami ilyen diódaféleség, nincsen? Ami csak egyik irányba engedi folyni az áramot? Ezt nem tudja valaki megmondani? Mert az kellene igazából. Tehát, hogy a felesleg, amit termelek, az bekerüljön a rendszerbe, viszont ne tudja túlságosan elvenni a cuccot. Szia, Szotyi! Nagyon sok nem néznek ilyeneket. Itt szabad bármit mondani. Koszorúzni? Kik mennek koszorúzni? Iskolások? Nem vagyok iskolás. Tudom, hogy 15-e lesz, de én sose koszorúztam még 15-én iskolán kívül. Vagy én nem. Kapcsoló automatizálással és intelligens akkumulátorral csinálná. Ja, hazafi vagyok. Hát én szeretem a hazámat. De nem hiszem, hogy attól jobb hely lesz, hogyha megkoszorúzunk a 15-én bármit. Persze ezzel biztos sokan tudnának vitatkozni. Nem kétlem. És lehet, hogy most sokan megutáltak ezért. De hát aki most ezért megutált, az utáljon. Országunk nem lesz jobb hely, hogyha koszorúzunk. Ja, mert költöm a pénzt. Költöm a pénzt, fizetem az adót. És mivel a koszorúkat is termelni kell, még a GDPR is nő. Tök jó. Jó, most lett egy kis algánk. Nagyon jó. Itt már termelődik az oxigén lent? Á, még nem. Még nem, de fog. Utáltok? Tudtam. Persze, hogy lesz stream. Hogy ne lenne? Mit? Zoli, itthon leszel holnap? Streamelhetnék valamit közösen? Van valami játékhoz kedved? Komolyan kérdezem. World of Warships eszhetünk? Ezt használjátok ki ezt az alkalmat, mert nem gondoltam volna, hogy ilyet én még valaha mondok. Mert hogy chase-ni nem fogok, az biztos. Lolozni nem fogok, az is biztos. War Thunder-özni azért nem fogok, mert mindenki más utálja Atlason, Zolin és Hágon kívül, meg rajtam kívül, meg szintem ti is utáljátok, tehát ja. Nem lesz Jégó?
De hát, ha gondoljátok, mivel csak a War Thunder és a World of Warships maradt, amit még nem utáltam ki rituálisan a csatornáról, World of Warships eszhetünk. Akár. Ja, meg a Robocraft, persze, tényleg, a Robocraftot sem utáltam ki. Javas. Jó, amúgy tényleg van Robocraft is. Amúgy jött a Robocraft vagy update? Lehet, hogy ezt meg kéne nézni. Én tudom, mert én már láttam. Mentem 2-3 Robocraftot valamelyik nap. Kéne valami új multijáték, így pont ezen gondolkodtam, hogy amúgy nem jelent meg mostanában multis játék Linuxra, ami olyan hyped. Mert a World of Warships nem hyped. Kurvára nem az. A hyped az Apex, hát PUBG még valamennyire, de már az nem, a Fortnite is már lecsengőben van. Az Apex hyped, meg még a ROE egy kicsit, de új, olyan felkapott játékok nem mennek Linuxon, multisak, baszki. Csak az ilyen kis elhanyagoltak. Igen, az változott, hogy most már a fejlődési rendszer változott egy kicsikét. A robotjaidra felrakott fegyverek külön rangot kaptak, ami kurva jó, nekem tetszik. Még nem sikerült szintet lépni, úgyhogy nem tudom, mi történik, mivel lesz jobb, ha szintet lép. De nem olvastam el a changelogot, csak látom, hogy ez van. A rangokat egybevonták, tehát a tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, meg tier 5-ös rangok most már nem külön számítanak, most már tényleg egy különböző van. És ezért tök mindegy, hogy hol rank up-olsz, mindenképp fejlődsz. World of Tanks. Nem szeretem a World of Tanks-et. Azt, hogy nem szeretem. Ezt játsszák, amúgy az populáris, amúgy a tényleg a World of Tanks az populáris, megy is Linuxon, azt mondjuk nem szeretem. Az pont az. A Seven Days to Die, az szerintem sose volt menő játék, tehát a megjelenés napján már szerintem mindenki utálta. Nem én egyszer megnézném, csak így kíváncsiságból. Nem, én nem utálom amúgy. Ez érdekes, amikor a gaming on Linux a srácok, vagy csajok, egy vagy mindkettők nyomják, én szeretem nézni, tehát elaludni rajta. Általában azt szoktam csinálni, hogy lefekszem, oda teszem az ágy mellé a telefont, és így azon szoktam elaludni. Korábban gigének az Oxygen streamjeit. Közösségépítő? Hát, nem. Az a helyzet. Na és a közösségi streamben volt balhész. Nem, faszom. Nincs kedvem hozzá. Mindig valaki balhézik. Mindig van, akinek nem tetszik valami, van, aki máshogy csinálná, és akkor hát nincs kedvem ezt hallgatni. Ez inkább nem lesz. Tehát, hogy ezt is az emberek rontják el amúgy, mert volt valami, ami jól működött, és akkor panaszkodni, meg rinyálni kellett, és hát... Volt nincs. Ennyi. Ha az emberek be tudnák fogni a szájukat, és nem csak a hibákat keresni, akkor nem lenne semmi probléma a világon. Persze, nem is fejlődne annyira a világ, elismerem. Tehát, ha valami nem jó, azt ki kell mondani. De nem folyamatosan megállás nélkül, és mindenkinek. Miért nem játszok a megszokott emberekkel? Az lesz. The World of Warships-et azt lehet, hogy Zolival fognak Atlasszal. Tehát az úgy szokott menni. Csak ugye megszokott emberekkel lolozni, meg chase-ni szoktam. És mivel most utáltam ki rituálisan mind a kettőt, ezért nem nagyon tudok a megszokott emberekkel játszani. Flat out. Hát annak meg lelőtték a szervereit. Nem lehet már csak úgy multiba tolni. Farming szimulátor. Hát azt meg kéne vásárolni. Nincs meg nekem minden hulladékjáték amúgy. Mármint, hogy nagyon jó játékok ezek természetesen. Slime? Hey! Azt nem mondtátok, hogy Slime-mal kell trágyázni? Ne bazd meg, komolyan! Hát ez szopás. Az über szopás kategória, megmondom. Bazd meg! Honnan lesz slime-om?
nem akarom kibányászni. Lehet slime-ot termelni? Ezért miért nem nyitottátok még ki, baszki? Köszönöm szépen. Nehéz volt. Aha. Egy darab Hedge Wars stream volt amúgy. Nem volt rossz. Amúgy az pont nem volt rossz. Nem lehet mindig, tudod, elviszik el a varázsa, hogyha mindig egy valami van. Hogy bemennek ide a koszos szarér? Hát, ez meg mi volt? Miért volt két hangja? Sandstone. Még a Sandstone-t is lekérem. Szóval lehet vele a slime-ot termelni? Jó van már. Egy év. Ne bántsál már, hagyjál. Na most komolyan, most mit csináljak? Ide jön és az orrom alá dörgöli. De ha kibányászom, akkor megbetegszenek az emberek. Az baj. Nem akarom megbetegedjenek. És elfogy. Tudjátok, az a faj a pálya, vagy nem végtelen. És hogy lesz ebben fenntartható rendszer? He? De megbetegszenek, baszki! Ha átmegyek a slime-on, megbetegszenek! Hát a picsába! Veszélyes betegséget hordozám a slime magában. Halálos és veszélyes betegséget. És nem akarok most egyelőre azzal bajlódni. Viszont van egy csomó szenünk. Egyszerű, én tudom. Nagyon egyszerű a történet. Pont olyan egyszerű, mint ahogy írjátok. Amúgy ide tényleg lerakhatok egyet. Na jó van akkor. De hogyha bármi lesz, a ti lelketeken szárad a vérük. Ok. Én nem mondom, de ti lesztek a hibások. Ha nem a slime-tól kapják a betegséget, de a slime-ot, ha kibányászod, akkor a levegő körülötte fertőzötté válik, és hát ez egy, tehát gyakorlatilag de a slime-tól. Tehát egyik a másikból következik. A kibányászott slime az eregeti a slime lángot. De így legalább lesz egy csomó nyersanyagunk. Hát... Álmodat Béla, én úgy vagyok ezzel, hogy ez már a belefér kategória, de lehet, hogy Zoli megkövezne érte. De szerintem ez már a belefér kategória. Itt mennyire elfogynak a kórokozók, a bacik. De hát kimennek. Tehát nem az a baj, hogy a bázison slime lang lesz, hanem kimennek érte. Mindegy, meglátjuk. Tehát azt mondtad, hogy nem lesz gond, nem lesz gond. Ha te mondod, hogy nem lesz gond, akkor biztos nem lesz. Tehát én nem mondom, hogy lesz. Ne legyen. Én bízom bennetek. Úgy lesz, ahogy mondod. Megnézzük. Jó lenne, hogyha... Jó, de ezt is csinálják. Helyes.
Akartam még valamit fejleszteni, erre még koksikzzunk rá egy kicsit. Ja igen, ezt. Hogy tudjunk inkubátorozni, meg ilyesmi. Még az inkubátor? Ja, ez. Jó. Gil, dolgod van. A két medikágy az van. Igazából még nem volt rá szükség. De hogy kapsz, mond, miért kapnál? Jaj, de viccelj már. Persze, hogy kapsz. Nem. Nem vagyok én olyan, ok nélkül én nem bántok senkit. Azt tény, hogy így lesz lájmom, egyenesen oda jutok, ahova kell. Nem rossz amúgy. Egy kevéske algát is ki lehet így szedni. Teljesen jó. Szépen hűl vissza a levegő, most már 5 agancsot lehet nyomatni neki. Ezek is nőnek szépen. Kajánk az van, más bárt már nem nyomatunk neki. Mi kell ehhez? Ehhez kell a gomba amúgy? Nem. Ezt a fajta étket hogyan lehet nyomatni? Ezt a berislágyzsot? Nem fog kihalni a bázis, nem. Tényleg nem. Mushroom. Azt nyomjuk forever-be, baszki. Mi kell ehhez a szarhoz? Ilyen bericumó az mi az? Az honnan van? Csak ezt kiveszem. Ez mi a szar? Husó. Nem érdekes. Hát a szutykokat kiveszem egyelőre, ne legyen ott annyi piros szar. Aha, már nyomják is neki. Helyes, helyes. Amúgy azt... Ja, itt írja, hogy van-e hozzá cuccom. Itt pirossal írja, vagy nem pirossal? Aha. Világos. Oké, akkor gyakorlatilag semmit nem tudunk csinálni, csak ezt. Jó, oké, remek, 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 remek. Jó, az lesz. Na jó, ez így remek. Van, aki amúgy hajtja a bant, meg a varnt. Ismerünk ilyet, nincs is olyan nagyon messzire. De úgyis, aki közel áll ezekhez a dolgokhoz, Discordon például, ő úgyis tudja, kiről beszélek. Van, aki szereti, hogyha bántva van, és kell neki. Bántatja magát. Nem tudom miért amúgy. De nézzétek, itt az olaj. Ezt itt kiszedem. Azért alakulunk lefele, mert megvan az olaj. Frankon megvan az olaj. Nézzünk itt egy kicsikét körbe, mi a fenék iránt? Csak átmegyek hőmérséklet nézetbe, hát van itt egy gejzír. Mert a gejzírnek a cucca az ilyen full hideg, igaz? A alapja. Hol van egy gejzír? Ja, igen. Szóval a neutrónium az full hideg. És 4 kockányi hideg blokk az neutrónium, és így ki tudjuk szűrni azonnal. Na most így nem találok. Mondjuk itt meg pont meleg, de mindegy. Na jó. Nincs az biztos. 80 fokos az olaj? Nem már. Nem már. Hát ez nem jó. Ez meleg. Hogy kell az olajat nyomatni? Mit teszteltél, Zoli? Mondtad, hogy eltűnsz tesztelni, de mit? Ugye, ja, mert itt tud reakciót kicsikarni másokra, és azért kell neki. Megszokta gyerekként, hogy vicces dühíteni másokat. Igen, lehetséges, hogy ez neki szórakozás effektíve. Elbírom képzelni.
Nem neutrónium gejzír, neutrónium talpa van a gejzírnek, az összesnek. Witcher alá betelted a 4.2-t, de ki kell kapcsolni az elszinket, úgy nem akad a videó. Aha! És megéri? Játék meg... És nincsenek mikrolaggok? Nem, mindjárt bekapcsolhatjuk a pumpátort. Ó, hogyan kell feldolgozni az olajat, baszki? Arra jöjjünk rá, vagy valaki írja le. De ezt nem tudom, miért még sose csináltam. Olajkút. Tehát vizet használ. Vizet használ. Az nem jó. És ezt hova kell rakni? Pumpálni kell az olajat? Mit kell csinálni az olajjal? Itt az olajfinomítónk. Gondolom az olajfinomító az kell ahhoz, hogy tehát ehhez. Igen. Hol az olajpumpa? Nem volt ilyen olajpumpa cumó? Ja, hogy bele van építve default az e-sync. Én is olajfinomított mondtam, miért? Mit mondtam? Olajpumpát mondtam, mert itt a küldeté, vagy itt a research-nél meg ez volt. Olajkút. Olajkút. És van külön olajfinomító, nem mindegy. Itt az olajfinomító, itt az olajkút. Mihez mi kell? Hogyan használom? Nincsenek elszínkes ványok a Lutrizban. Igen, ez feltűnt amúgy. És a kétszer rájöttet, persze, hogy logikus. Logikus, aha. Ja. Oké, megnézem majd akkor ezt a vicseres dolgot. Oké, rendben, köszi az infót, ez hasznos. Nem tudom, hol az olajkút, mert az olajfinomító megvan, de hol van az olajkút? Azt elméletileg ki van fejlesztve. Az egy épület, amit valahol látnom kéne, ha jól sejtem. Itt van. Ennek van egy bemenete. Ennek van egy bemenete. Ja, fent írtad. Olajfinomítóval pumpával kell benyomni a cuccot, olyannal, amivel vizet is pumpálsz. Aha. Igen, bocs, csak nagyon rá feszültem most erre a témára, nem is figyeltem semmit. Nem olajkút kell, hanem akkor olajfinomító. Akkor az olajkút mire jó? Tehát akkor ezt a pumpát én beleteltem az olajba nyugodtan. Ezt. Aha. Ó, viszont be kell menni a csávoknak az olajba, az nem gáz? Vagy előtte... De nem, mindenki be kell menniük. Jaj. Szóval belemehetnek ők az olajba? De hát 80 fokos az olaj. Jó, olajkút az olajgejzírre megy. Aha! Értem. Hát oké, én beleküldöm őket, baszki. Nézzétek meg gyémánt.
és olyan anyagból kéne csinálni, jól állja a hőt. Na, az meg, ez egyre bonyolultabb. Oké, persze, nyilván ez a játék, ez ilyen. Akkor melyik az az anyag, ami bírja kurvára? Overheat temperature 50 fok, mondjuk aranymolgám. Vagy, ja, hogy iron ore-ból, ha még steel csinálunk, az overheat temperature 200 fok. De amúgy a sima aranymalgám cucc is jó. Mármint, hogy maga az arany, mert ez csak 80 fokos. Tehát, hogyha valami plusz 50 fok, gondolom, hogy ez egy elég. Na, várjunk csak. Olaj finomító, overheat temperature 75 fok, hogyha ezt megcsinálom aranymalgámból, akkor az meg 125. Nem gáz, simán belemennek. Aha, oké. Olyan anyagból, igen. Meg fel fog menni az olaj, amikor megnyitom. Jó, hogy itt túl nyomás van. Ó, baszki. Kajakra? Itt nyomás van? Ha. Na jó, azonnal kiderül. Látom, baszki. Aha. Igen, mert lent 1300-1400 kg olaj van, fent meg már itt ebben a sarokban 11 000. Értem. Most már értem. Okés, okés, okés. Hát persze, azt próbálták lemodellezni, mint a valóságban, amikor olajkutat fúrnak, és akkor itt kilövel. Ez is kilövel, gondolom, vagy nem olyan látványos, de valószínűleg. Aha. Tök jó. Ez tetszik. Kifejezetten tetszik. Jó. Okés, okés, okés. Akkor viszont nyomatjuk neki az aranymalgámot, vagy nem tudom. Itt mindent nyomatunk neki. Előbb építse meg a szivattyút, és utána nyissen meg. De a szivattyút az aljára kéne rakni, nem? Vagy nem kötelező? Hát nyilván, hogyha feljön, akkor nem, de azért nem ártana, hogyha nem kéne két szivattyút építenem, vagy az egészet eltüntethessem. Mondjuk, hogyha kiszámoljuk azt, hogy egy blokkon el tud foglalni az olaj. De ez miért termelődik? Ja nem, nem termelődik. Még egy blokkon el tud foglalni, mondjuk, ha jól sejtem, 1 kiló lesz, ugye? Egy blokkban addig fog kiegyenlítődni a nyomás, amíg 1 kiló nem lesz. Egy blokk. Tip. És itt akárhogy is nézem, ez a terület, ez négyszer ekkora. Nagyon sokat fog termelni kevés olajjal is. Aha. Akkor csinálj meg mellé és oldalról nyissam meg. De tök mindegy. Vagy hát ő... Fosszília, ilyen van. Napasd meg. Ha. Tehát, hogyha ez nagyon sok területet el kell foglaljon. Ez háromszor vagy négyszer ekkora kell legyen majd. Ha jól számolom. Jó. Megnyissem oldalról. De tök mindegy, honnan nyitom meg, mert ugye akkor oldalra kell egy valami kis helyet csinálnom. Hol csináljak egy kamrát? Megéri oldalról megnyitni? Megnézzük. Hát ha. Ott is van egy kevés kóla, de az most nem érdekel engem. És áram is fog kelleni. Baszd meg, egy csomó minden kell ez a szarhoz. Micsoda? Ajaj! Ne! Ne csináld! Hagyd a picsába! Szegény Reni megégett! A kurva életbe! De ne menj vissza, hülye! Itt ilyen kibaszott, mert itt 80 fok van, baszki.
Itt nem tudunk egyszerre sok mindent csinálni. Ez így nem jó. Ez itt szopás. Kár most vesződni, de kell a műanyag. Vagy máshogy hogyan csinálok műanyagot, akkor azt mondd meg. Az a baj, hogy Reni most azért megszenvedte ezt a dolgot, akkor gondolom, hogy ha magától nem fekszik be, akkor manuálisan be tudom én fektetni őt ide. Mert most végig is sérülés szenvedett, azt ugye, az, ha jól tudom, nem gyógyul meg? Magától. Persze, leküldöd asszonyt az olajkútba. Eredményes. Be kellene szállítani, hogy ne egyék meg a gombát. Vagy, ja, nem is eszik meg. Ja, azt nem tudják megenni üresen. Ugye? Úgy látom, nem. Akkor jó. Semmi. Ja, melléjásásra gondoltad a vesződést. Ja, jó, bocs. Félreértettem. Természetesen, mint mindent félreértek. Hát igen, lehet, hogy vesződés, mert ugye meleg van, baszki. Tehát 80 fokban, mire én itt elmászok ide, az kurvára szopás. Micsoda? Ja, tényleg van hűtőmellény. Ja, nem lehet, hogy izé? Hogy ezeket a szekrényeket ki kellene bontogatni? Várjunk csak. Itt például ezt. Ja, bocs, rossz gombot nyomok. Ezt. Újra hasznosításra, kösz. Dekort növel. A hidegtől védi meg az embereket. Jó. Akkor ez a kettő. És ezt hogy vetetem fel velük? Jó, hogy ki tudom jelölni? Aha. Például Adefikre rá tudom tenni a ruhát. Aha. Hát mindegy, hogy kire teszem rá. Gélre ráteszem a dekoros ruhát. Legyen szép gél. Hát ezek pont nem jók, igen. Ki mászkál hidegbe? Senki különösebb. Vagyis bárki mászkálhat hidegbe. Ráteszem nekróra, mit tudjam én. És most oda mennek és felveszik a ruhát? Meg is feledkeztem, hogy ezeket a szekrényeket ki lehet bontani. Ha! Nézzétek meg Gilt, hogy néz ki! Azt a kúra, úriember! Giltből úriember lett. Ugye nem lesz melege? Köszi Vadika, hogy itt voltál, neked is jó ét, meg jó pihenést a hosszú étvégén. Már hogyha neked lesz hosszú étvége. Ó! Oh, azt hiszem, ez sikerült kiásni. Nem figyeltem, de azt hiszem, sikerült. Azt a kurva, hogy terjeszkedik. Wow! Hát betoljok. Mentem betoljok. Nem lehet, hogy áttörte a nyomás? Mert én nem emlékszem, hogy kiástam volna. Lehet, hogy a nyomás hogy átszakadt. Van ilyen? Hogy nem bírta a nyomást a fal? Mert akkor ez itt easy. Na várjunk csak, ne csináljunk nagy hülyeséget. Először itt ássuk ki az algát, mert az nekünk kurvára kell. Nem tudom, a fosszília mire kell, de ez nem is nem érkel. Itt lesz elég tér, akkor ezt is csak idáig ásom, és törj át magát. Megnézzük. Lehetséges, mert ugye vannak nyomás értékek a játékban. Ja, ezt mondtad, hogy csinálj meg el... Jó, de nem tudtam, hogy áttöri. Tehát oké, csinálj meg előbb a pumpát, de... Nem tudtam, hogy áttöri. Ha tudom, vagy ezt is írtad, hogy át fogja törni. Na, csak ezt most visszanézem.
Szóval építsd meg a szivattyút, és utána nyisd meg. Nem nyitottam meg. Én de akkor megépítem a pumpát, azt megnézzük itt, mi lesz, jó? Viszont akkor ezt itt prioritásba. A másiknál. Értem én. Értem, mit mondasz. Oké. Okay. Itt még nem tört át. Igen, igen, így van. Sőt, mi több, akkor ezt lekenszelölöm. Nehogy az legyen, hogy az egyet a szamar áttöri. Hát gondolom, hogy áttörtem, mert én ezt így nem ástam ki. Nézd meg, hogy itt fel van szakadozva a gránit. Tehát ez sérült. Gondolom, hogy itt ez az egész így átszakadt. És eddig jött fel. Az kemény. Az kemény. Jó lett volna, hogyha ennél jövünk rá erre, de mindegy. Ó. Igazad van, Gil. Köszönöm szépen. Baszki. A hasznos backseat. Nem tudom, hogy anyagból tettem el, de mindjárt kiderül. Hol van? Overi temperature plusz 50, aranymalgám. A hasznos backseat. Jaj, meg a kábelt is meg kell csinálni. Jó. Oké, hármat nem fog áttörni. Előbb a kábelt. És ezt is aranymalgámból kell. Oh, hi, Jesus! Micsoda! Hogy? Honnan viszek annyi áramot? Melyik hálózatok nem túlterhelt még? Ez. Ez még nem túlterhelt. Annyira nem vészes. Igazából még innen is tovább mehetnénk valahogy. Nem tudom, hogy. Át kell mindjárt pumpálnunk ezt a vizet. De még... Ó, át is pumpáljuk. De még mielőtt ezt megtennénk, én... Így csinálok egy ilyet. És ide még nem kell az aranymalgám, ide még bármiből jó. Ezt itt nyomom neki. Hát tudjátok mit én itt átmegyek. Atyaig. Megcső. Megcső. Úgyhogy bazd meg itt vannak teendők a kurva életben. Nem olyan egyszerű ez a játék, mint amilyennek először kinéz. Ja, túljöttem, mi? Hol van a másik cucc? Na, ja, hogy itt? Aha, akkor nem jöttem túl. Ja, akkor jó irányba jöttem, helyes. Itt biztos el fog férni. Jó, mindegy. Akkor... Még ezt is biztos, ami biztos. Ezt is itt visszavonom. Ez így biztos, hogy belefér. Igen, szerintem attól félek, hogy a két kocka még átszakad. Mert én úgy emlékszem, hogy itt két kocka volt. Látod, hogy mind a kettő sérült? Szerintem két blokknyit tud áttörni. Gránit. És látjátok, itt van lenne a gránit a földön. Tehát átszakadt és leesett ide a nyersanyag. Mondjuk ez nem tudom honnan jött. Hát, ezt kenni kell neki ezerrel. Jó, és akkor az átpumpálás meg bekapcsolom. Ez ki van kapcsolva? Ez a pumpa, ez kapcsolja ez a pumpát. Ezt már elfelejtettem. Mert innen meg elfogyott a baci. Viszont itt már kevés kell a vízünk. Prioritás szintet lépett. Jó, a vízünk termelődik szépen, szennyvízünk is termelődik vissza. Helyes.
Nézzük meg, hogy hány fokos ez a víz. Hát, ez nem hűlt. Ez még mindig nem hűlt, baszki. Nem megy ez a hűtés. Ez speciál kurvára nem megy. Hát mindegy, megpróbáltuk. Szia, Demateo! Ó, Alga! Helyes. Speciál kurvára nem megy a hűtés. 56 fokos a víz. Ez gyakorlatilag ez semmit nem hűl. Mert itt amúgy meleg itt a levegő effektíve. Tehát már nem fog tudni visszaülni, ez a lófasz nem érnek ezek a kaktuszok. Tehát már a kaktuszok is felmelegedtek, a kaktusz is már 16 fokos. 19, 20, 23, ezek felmelegedtek ezek a kaktuszok, mert nézzétek meg ezt. Ez itt... Na. Hát ezt most itt nem tudom megmondani. Mínusz 39 fokos a kezek, mínusz 40 fokos. Ezek meg plusz 20-ak. Egyszerűen átmelegedtek, kész, ennyi volt. 39, nem 39. 56. 56 fokos ez a víz. Jó, mindegy. Hát ez egy tapasztalat, vagy minek mondjam. Na jó, hogy áll a kábelezésünk? Nagyjából elkészült. Most, hogy nincsen kiadva egy rakás feladat, most azért csináljátok. Ez az áramkör még bírja frankon. Ennyi, ezt a pumpát még el fogja bírni. Itt át kéne menni egyenesen. És akkor itt lemegyünk. Azt ott meg tudjuk csinálni. Hát itt kell valahogy lejönni majd. Tudom, hogy nem kötelező csempébe vinni a kábelt. Csak így szebb. De kell tennünk egy létrát. Az a helyzet. Ezt még meg fogják tudni építeni, az biztos. Ennyi fémünk nem lesz, hoppá. Na. Hát... Nem. Aranymalgámból megcsináljuk. Ide már lehet, hogy aranymalgám kéne. Persze a kaktuszhoz hőt nyel el, csak van az a hőmennyiség, amit lehet, hogy nem képes. Lehet, hogy kevés van. Lehet, hogy kevés az a kaktusz. Itt viszont már aranymalgámmal kell menni mindenképp, mert hát melegünk lesz. Így. Nagyon jó. Így. Az olaj miatt nyifed ki a kolóniád? Ő bazz. Jók az előrelátások amúgy. Hé, te mondtad, hogy nem fognak meghalni. Vagyis csak meghaltak. Jó, nem slime-ba, de olajba. Hát most mindegy. De hát a kurva életbe. Amúgy nem az van, hogy amikor mondjuk a gázok esetében is, de gondolom, hogy folyadékok esetében is, amikor nyomás alatt vannak, akkor melegek, és amikor kitágulnak, akkor hőt veszítenek? Ez nem veszített hőt. Tehát nem minden fizikai jelenség van lefejlesztve a játékban, ami ugye effektíve nem baj, de ez 80 fokos volt, és most 70. Hát jó, veszített hőt, de szerintem azért, mert visszavette a környezetétől. Hidrogén nem... Az, ami nem tudom, milyen hidrogén nem működő hűtés. Az hogy?
Hú, milyen kis szorgos hangyák. A szakács, a farmer, a mindenki nyomja. Nincs más dolgotok, baszki, mint itt építkezni mindenkinek? Jó van, helyes. Ha már itt vagyunk, akkor ezt rámoljuk már ki a kajás. Kaja adagolót. Ez az. Ja, közvetlen olajjal termeltél energit. Aha. Hát az lehet, hogy gond. Amúgy igen. Hoppa, hoppa. Ezt nem így visszük. Így. A létre is lehet, hogy meg fog pusztulni amúgy. De az kisebb baj. Az kisebb baj. Legyen meg a cső, legyen meg a kábel, meg a pumpa. Ha a létre már összedől, az nem probléma. Ezek legyenek meg. Amúgy meg, hogy ne kelljen itt ennyit mászni. Ezt itt megcsinálhatnánk értelmesre. Így. És akkor ezt itt kiszedem. Meg ezt itt kiszedem, és akkor már gyorsabban fognak közlekedni. Jó, oké. Itt, ami nem állunk olyan nagyon rosszul. 201. ciklus, te atya ég. Ó. Oh. Túlnyomás van. Túlnyomás van, baszki. Nem megy az oxigén termelésem. Uh-huh. Világos. Hát inkább oxigénnel legyen túlnyomás, csak ezzel az a probléma, hogy megint felmelegedett ez a szoba. Azért, mert mindig nem elég itt a hőszigetelés, itt kurvára meleg. 47 fok van itt ezeknél a trafoknál. 47 fok. Ez meg kevés. Kevés ez a csempe ide. De hogy bazd meg, a trafok mellé kell raknom nekem is a farmot, amúgy ennyi eszem van. Na mindegy. Nem akarsz te már szaporodni? He. Amúgy lement a klupinak a stressz szintje meg mindenkinek, a immunrendszer tökéletes. Jók vagyunk. Valakinek baja van. Konkrétan nekrónak. Húha. Húha. Fulldoklott szegény. Leküldjük a pisibe. Rátesszük a ruhát, hogy még meg is süljön, és még meg is fullasztjuk. Hát ez így. Vannak emberek, akikkel így kell bánni. Na, vám, nehogy magadra vedd. Amúgy meg teljesen hülye vagyok. Nézzétek, mert itt vagyunk a szomszédban. Ne kell már megkerülni mindent. Meg is csinálhatnánk ezt így itt egyenesen. Kétszáz IQ, baszki. Vagy nem? Lehet, hogy ez a 200 IQ-nak nem a legjobb példája. Hely, de hogy elbesztem azt az olajat itt? Ebben nem ennyi kurvára gáz lenne, mi? Anti-entrofin null. Filjel. A nelik. És ez hol van? Itt a utilities-be? Olyan, még nincsen. És melyik ágban van?
Üveg. Van itt csak érdekesség, de ilyet pont nem találok. Ablakblokk. Hát ez aztán melyik? Igen, én is erre gondoltam, Gél, hogy össze kellene folyatni a kettőt. Pontosan erre gondoltam. És ezt lehet, hogy meg tudnánk csinálni viszonylag kis kockázattal. Hogy valahol lent összekötni. Jó, azt is mindjárt kitaláljuk. Ez nekem is átfutott az agyamon, csak nem mondtam ki. Nem tudom, melyik ez V3. Vagy ki kell bányászni? Ja, várjál. Akkor ez az. Ez itt. És ez hogy működik? Hogyha hidrogént engedek bele, menjünk át a csőnézetre. Aha! Ezt észre sem vettem eddig. Szóval, hogyha hidrogént engedek bele, akkor hűti a környezetét? És ezt... Na de várjunk csak. De hogy teszem arrébb? Mert ez itt van. Tök világos, minden oké, amúgy. Tök frankó. Helyes. Mi a baj ezzel? Jó, Kitty, jó lenne, hogyha bevetnéd magad egy kicsit jobban. Köszönöm szépen. Nem lehet arrébb rakni. Hát, de baszki, akkor, hogyha ez itt van, akkor mi a fasz csináljak? Lehűtöm a környezetet és átpumpálom a hideg levegőt. De hát látod, megint probléma van, hát tele van. Túlnyomás van a bázison. Hát pattognak a füleik, szerencsétlennek. Ja, te is YouTube-on láttad. Aha. Hát akkor csak azt tudom elgondolni, hogy csinálok itt egy kamrát neki. Itt ennek a cuccnak. És extrán ide. Úgy lehűtöm ezt a szobát, mint a disznó, és utána meg kipumpálom belőle a levegőt. De bel is kell pumpálni, mert cserélni kell, mert nyilván végtelenség nem lehet belőle pumpálni a levegőt kifele, tehát cserélni kell. Aha. Hát ez megint nem az egyszerű kategória. Jó, itt készen vagyunk addig, hogy... Itt fogom átengedni a cuccost. Hővezető csempével csináltak, és a vizet hűtötték vele, levele. Aha. Ja, most valamire a levegőre gondoltam, de igen, a vízre jutottunk el odáig. Való igaz. Hát vagy azt, hogy építem a hőtermelő cuccokat, igen, de akkor át kell rendezni most a cuccost. Tehát meg lehetne azt csinálni, hogy idővel, itt leszünk még egy csomó ideig, nem ez, tehát még lesz pár stream Oxygen, az biztos, mert nekem átjön a játék, nagyon. Hogy idővel szépen lassan éppen egyik-másik kört átköltöztetem, és akkor itt lenne a trafó, meg a cumó. Ó, ezt itt mossuk már fel, gusztustalan. Értem, amit mondol. Hát persze a levegő szigetel, hogyne, világos. Aha. Tehát azért kell körbe csempézni. Aha. Oké. És hogyha... Magát a hőt próbálnám megszállítani. Tehát nem levegő formájában, vagy nem a hőt, hanem a hideget. Tehát nem levegő formájában, nem is víz formájában,
hanem ahogy te mondtad, csempével. Hogyha van jó hővezető képességű csempém, ami most szerintem jelenleg nincsen, gondolom azt ki kellene fejleszteni, akkor úgy lenne, hogy lenne egy belső magja, egy három csempe szélességbe vinném el a cuccost. Lenne egy belső magja, ami a jó hővezető képességű, kívül meg lenne a hőszigetelés. Úgy kell elképzelni, mint a távhővezetéket. Hogy szarrá van szigetelve, mondjuk ott víz megy, de hát ott az a cél, hogy víz menjen. Itt az a cél, hogy magát a hőt vigyük át. Hát, úgy kell elképzelni akkor, mint a számítógépnek a hűtés, mint egy hűtőborda gyakorlatilag, vagy vannak azok a hővezető csövek, azok a hővezető részcsövek, amik mennek fel alá a hűtőbordában, amik gyakorlatilag a hőt szállítják. És egy jó hővezető képességű csempét leszigetelnék, és úgy mennék be a bázisra vele, szerintetek az át tudja adni a hőt? Illetve hát a hideget. Az elmélet szerintem nem rossz, csak kérdés, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre a játékban, hogy milyen jó hővezető képességű csempék vannak benne. Mert ha nincsen, akkor bukott a mutatvány, de ha van, akkor nem rossz ötlet szerintem. Bunker tile, bunker ajtó. Érdekes dolgok vannak. Plastic tile. Azaz kell, hogy szaladgálni tudjanak, mint a disznó. Gyorsabban futnak rajta. Temp shift plate. Van olyan csempe, ami vezeti a hőt, és ez melyik? Ez a temp shift. A metal tile is növeli a izét. De kell mind a kettő. Szigetelő csempe is kell, meg a jó hővezető csempe is kell. Érted, amit mondok? Hogy el tudjam szállítani magát a hőt. Tehát nem a vizet, nem a gázt, hanem a hőt. Szállítsam közvetlenül. És akkor ugye nem kell közvetítő közeg. Szerintem ez a temp shift, vagy... Azonban nem 100%-osan értem ezeket a mondatokat. Hát gondolom, hogy ez lesz az. És ilyet már tudok építeni elméletileg. Ilyen temp shiftet. Ez nincs is itt. Akkor hol van? Itt van. Mi kell hozzá? Bármi jó hozzá. Neked magyarul van. Aha. És hogyha ezt megépítem ebből kell megépítenem. Tehát csomó mindenből meg lehet építeni. Sedimentary rock, az mi a szar? Ilyet már bányáztam. Termeli reaktív. Az kéne. Jó, azt megjegyzem. Ezt még nem fogom most megcsinálni, de megjegyzem. És lehet, hogy majd az egyik streamben akkor ezt megpróbáljuk beüzemelni. De kurvára nem hülyeség. Hoppá, hoppá. Ezt itt most belőttük. Nem baj. Effektíven nem baj. Hogy állunk? Kelljen még egy ember? Na jó, találjuk ki. Ezt most kitaláljuk, mert na. Legyünk már egy kicsikét megalomának. 10 emberünk van. Legyen jobb. Nem biztos, hogy jobb lesz, de legyen jobb. Milyen emberkét kérjünk? Mert levegőnk az most már van. Kajánk az most már van, megoldott. Alvóhelyünk az még van.
vízünk az megoldott. Gyakorlatilag szerintem kérhetünk még egy embert. Majd a fiket amúgy meg előléptethetnénk. Minden további nélkül. Supply nincsen. Supply nincsen. Strength kell hozzá. Jó, keresünk valakit supply-ra. Köszi. Ő szeret supply-olni, de nulla strength-je van. Hát, ez van. Akkor ő lesz. Bár ő narkolepsziás. Bázd meg. Miért narkolepsziás? De más kis narkolepsziás. Miért kell az legyen? Ráadásul csaj. Milyen csaj nevet adhatnék? René meg Kitty már van. Milyen csajok szoktak itt mászkálni? B. Bink van. Majd a következőben lesz jobb. Igen, én is attól félek. De még ez a bárány se kell. Nem kell senki innen. Bízunk a következőbe. Nem kell narkolepsziás. B is van. Majd csak nézzük meg egyszer a csajokat. Hol van B? Nem az előző mentésben volt? Ja, tényleg van B. Krisza. Krisza nincsen, de Krisza mikor volt már itt utoljára, baszki? Egy éve. De tényleg körülbelül egy éve. Nagyon régen láttam. Szinte meg is vagyok rá sértődve. Ja, nem Krisza, bocs! Nem Kriszára gondoltam. Krisza nincsen. Nem Krisza, hanem ki volt itt régen? Szesztesjú volt itt nagyon régen. Vele kevertem. Krisza itt volt egy hete. Igen, így van, így van. Szomi-szobi. Elpártolt mellőlem. Lehet, hogy te már nem találkoztál vele. Hát, ez van. Ez van, így jártam. Ezt nem kell fertőtleníteni. Tök felesleges. Szomorú szóval pedig folyamat nézi a VR streameket, amúgy az a lényeg, hogy életben van. Az a lényeg. A víz pumpálódik át szépen, ezt nem is figyeltem meg, de ez megy. Nem fog ez a vízmennyiség itt elférni, majd lehetséges, hogy ezt itt még kicsikét kinagyobbítom. Igen, több mint egy éve követve, sose láttad. Igen, hát jó. Lehet. Lehetséges. Miért amúgy jó arcsaj volt? Kész. Ki van nagyobbítva? De akkor már legyen kocka alakú. Sőt, mi több? Akkor már legyen még jobb. Ja, ez a pumpa? Ezt azért nem bontom le, mert nekem egy olyan tervem volt régen, hogy a polluted water-t itt akarom gyűjteni. Na most azért... Ó, ez itt most már itt van. Jó, ez, hogy most ez itt van, ez itt egy kicsikét rontja az összképet. De még segíthetünk rajta. Sőt, még ezt is kiszedhetem. Na mert ugye volt egy olyan stream, amikor itt az itt összegyűjt polluted water-t én itt leengedtem, és azért van itt ez a hosszú létra gyakorlatilag, mert itt folyott keresztül, és ebbe a medencébe engedtem össze egy csomót, és azt szűrtem meg. És az volt a tervem nekem, hogy például ezt is itt ki fogom lyukasztani, és nem lepumpálom, hanem csak lefolyatom a picsába, és aztán megint megszűröm. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen gyűjtőhelynek van itt fenntartva, csak most jelenleg éppen nincs használatban, azért nem bontom le. Tehát a gravitációt használjuk ahhoz, hogy lejuttassuk. Nem pumpálgatunk feleslegesen. Ez a Tactics.
Lehet ezt is kiépíteni medence formájának, ha már egyszer. Ez egy menő lesz, menő kis medence. Nincsenek még ilyen kis szekrények, amiket nem bontottam ki? Szerintem ez egyetlen egy ilyen helyiség, amit felfedeztem, de nem biztos. Ja, meg akartam csinálni ebben a streamben ezt is. 21-5, bazdmeg, ennyi az idő, azt a kurva, hogy telik. Jézus! Hát jó játékkal jól telik, ez tény. Ezt innen el kéne tüntetni, ezt a sok szart. Zavar. Mondjuk ezt itt nem, de azokat a polluted water-eket el kellene szállítani össze. Összefolyatni. Nem, hogy ördögi terv, kiváló 200 IQ-s terv. Kinek volt ilyen terv a világon? Senkinek! Ezt is egy kiépített medence lesz belőle. Opa-opa. Így. Először legyen kész. Először legyen kész. Így. Bár nem lesz kész, mert hát ugye alulról nem tudunk bemenni. Illetve be tudnánk, ha nagyon akarnánk. Na mindegy, 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 mindegy. Most ez nem fontos. Megcsináljuk ezt a medencét is. Ú, de állatul működik ez a kis cumó, cummendári. Viszont ez a vezeték darab is sosem készül el, ahogy nézem. Ezt befejezem valami mással. Így. Így már el fog tudni készülni talán. Szóval azt mondtátok, hogy valami logikai cumóval meg tudnám csinálni, hogy csak a túltermelést. Milyen kapuk vannak? Lehet, hogy azt kellene először megcsinálni, ezzel gyakorolnánk az automatizációt. Hidroszenzor, termoszenzor, klokszenzor, kritterszenzor, nyomólap. Hogyan csinálok olyat? Tudom, hogy máshogy folyik, de ez itt működött. Tehát ez egyszer már volt használva ő gyűjtőre, úgyhogy most is működni fog. Buffergate, baszki, hogyan működnek ezek? Szóval, hogy csak az menjen át, ami túltermelődik. Tehát, hogy sose legyen az, hogy az önfenntartása nem marad energia. Mert hogyha ez most belekötöm a nagyba, a nagy rendszerbe, akkor az önfenntartástól is elveszi az energiát, és egész egyszerűen nem marad majd arra, hogyha elfogy a szén, hogy működjön a körforgás, és elfogy az oxigén onnantól kezdve. Tehát ezt kell mindenképp valahogy megelőzni. Tehát kurvára óvatosan kell csinálni. Viszont nem tudom lehűteni a bázist ettől függetlenül. Nagyon határeset. Na, mert túlnyomás van a bázison. Egyszerűen. Ó, nem tudnak ideig elmenni. A picsába. Nincsen oxigénjük. Ha okos akkumulátor töltöttség alá esik 70%, akkor automata kapcsoló szakítsa meg a vezetéket. De van ilyen, hogy okos akkumulátor? Smart battery, baz! Oh, kajak! Ezt nem is tudtam. Ebbe rakjunk már egyet ide! Okos aksiból? Hova lett? Ezt pont ide találták ki. Ezt bekötjük. Baj! Te okosak vagytok. Vagyis ti. Akárcsak ez az aksi.
És van ilyen okos kapcsoló? Az baj, fogalmam nincsen erről az automatizálásról, baszki. Ez... Én az a baj, nem tudom, hogy fog ez most működni. Mert ez az okos kapcsoló, ez az automatizáló kábelt kapcsolja. Ez. Mármint csak hol van? Ez a fajta. Tehát ez nem ezt a sima kábelt, hanem a sima kapcsolóban nem tudom be, vagy nem? Áramnál van okos kapcsoló. Ja, hogy ez az. Ja, ez az okos kapcsoló. Aha. Ezt se tudtam. Megnézzük, mert fogalmam nincs. És ezt mondjuk mennyire tegyem rá? 50-re? Aktív, standby. Mondom, hogy ezt így kellene hagyni. Azzal sincsen baj, hogyha elbasszuk az elején, mert utána megtekertetjük a mókuskereket, aztán oké. Tehát, hogy vissza tudjuk állítani a körforgást, csak meg kell szakítani az áramkört. És két... Ja, no wire connected. Aha, oké, rendben. Akkor itt egy sima wire-t, ezt le kell bontanunk, ez biztos. Menjünk át áramnézetbe? Áramnézet, deconstruct, és sima power izét, ezt itt lebontom. De keresztül megy rajta vezeték, igen, persze, nyilván, csak nem tudtam beletenni a falba, ezért most ezt leraktam, aztán most ezt lebontom, és na. Viszont akkor az automatizációs kábellel, ha jól sejtem, ezt kapásban össze is köthetem, igaz? Na, nagyon kíváncsi vagyok. Hát csináljátok már meg, baszki! És... Jön-e lehet, hogy ez mikor kapcsol? Meg az okos kapcsolónak nincsen semmije. Mármint, hogy semmi állítható cumója. De ha világít, akkor az kapcsol éppen, nem? Aha. Nem pont fordítva kéne legyen? Miért kapcsol ez most? Pont fordítva kéne legyen. Hogy most ne kapcsoljon. Akkor lehet, hogy kell egy ilyen negátor kapu, nem? Not gate. Lehet, hogy kell egy not gate. Bár ne csináljunk faszt magunkból. Dekonstruktolom ezt itt. Aztán majd újra megépítjük. Mert az van, látjátok, ez most világít, tehát most éppen kapcsol. És amikor lehúzom nullára, akkor ugye kapcsol ki be. Vagy, várjunk csak. Igen, ez most éppen kapcsol. Így van, kikapcsolva. Jó. Kell a nátkapu.
Ez lesz! Csú, baszki, ez király! Ez kurva jó! És akkor kell ez. Akkor bekötöm ezt ide. És ide. Tüntessétek már el, ezt innen nem kell. Hoppá, vannak új emberek, supply-ra akartunk embert. Ez supply-os. Mi az a squamish? Nem tud kerrelni. Jó, az nem érdekes. Strength 0. Jó, van itt még egy supply-os, strength 0, gasztrofóbiás. Jó, mindegy, ne jönjünk tovább. Ő nem. Válaszunk a kettő közül. Germ resistant, az nem rossz. Atlétika plusz 3, az sem rossz. Nincsen baj a kórokozókkal. Learning. Ennek van plusz egy learningje. Akkor lehet, hogy Herold. Heroldot fogjuk kiválasztani. Ki legyen Herold? Jó, mit akarok tüntetni, nincs felépítve. Hát, lehet. Lehet, ezt mindjárt megnézem, baszki. Lehet, igazad van. Jó, mindjárt. Oké. Ott az ész. Én meg csak kattogtatok. Jó, ki legyen ő? Legyen Atlasz. Nincs még Atlaszunk. Atlasz itt vagy? Hát figyelj, a prioritér klupikitti Gilby Reninekro Linux úr. Nincs Atlasz. Ez mi a szar? Ez mi? V3 sincs, de... Jó, jó legyen V3! Csak mi ez a bug? Mi ez a randomize gomb? Mit keres ez itt? Ha? Nem akarom megnyomni. Mindegy, majd átnevezem utána. Ez nem tudom, ez olyan bug volt. V3. Furcsa néz ki, de legyen simán V3. Ez már név. Jaj, V3, neked kell valami feladatot adni. V3-ot supply-osnak vettük fel, tehát feladatod már is adott. Így. Oké, prioritások. Supply-ozik, operál, meg tidy-zik. Meg nyomhatja a storage-et. A storage-et mindenki nyomhat végül is. Igazából ők nagyon. Azt a kurva. Ez a plusz 10. 10-nél nem is lehet jobb? De hogy nem, 14. Azt a kurva. Így. 18! Ba! Többiek akkor inkább ne is csináljanak semmit. Klupi csinál mindent. Jó. Oké, és oké. Remek. V3-nak nincs dolga? V3 miért rácsorog itt? Lehet, hogy pihenő ideje van. Igen, pontosan. Na hát, üdvözöllek V3 a bázison. Ja, hogy állunk itt amúgy közben? Mert na, most egyszerre mindent csinálunk. Oké, ez itt úgy nagyjából elkészült. Aha. De most ez engem jobban érdekel. Ez most kurvára érdekel. Szia, Klupi! Hogy mit? Mit? Most jó, mert most alapból, most jó, most lesz a jó. Így van. Most alapból ki van kapcsolva. Tehát amikor nincsen energy, akkor ki van kapcsolva. Remek. És ez tényleg nincs még elkészülve. Köszönöm szépen, ez nagyon fontos volt. Hol a cancel? Így. Miért nem készült ez még? Mi van? Szóval kell kötni ide.
így. Ezt itt csináljátok meg, nagyon szépen kérem. De szerintem ezt nem fogják így megcsinálni, hogyha áthúzom. Szerintem ezt újra be kell nekem nyomatnom. Tehát le kell törölnöm és újra be kell húznom a kábelt, vagy illetve a parancsot. Így. Prioritás. Prioritás. Ja, 9-es ott van. Igen. Töltődik, 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 töltődik. Mert ugye ez már plusz. Aha, oké, okay. A standby-kor átkapcsol, oké, okay. Remek. Tehát akkor ez az alsó határ, a standby meg a felső határ. Kurva jó, megvan, kész, megvan. Remek, akkor most már beleköthetjük. Azt a kurva, mi ez az állatság? Na jó, ezt valahogy vigyük el, és örömködünk. Örömkönnyek. Dekor plusz 10. Ez semmit nem tud csinálni. Termeli reaktív. Wolframidból igazából... Inkább Wolframidból csináljuk ezt a szart. Én csak menjünk el vele, akkor itt elmehetünk. Minél többet menjen csempében. És belekötjük a gerincbe. Nem köthetjük bele a gerincbe. Le kell választani. Le kell választani, mert különben túlterhelődik a rendszer. Jó, akkor hol a faszomba válasszuk le? Itt is leválaszthatom. Okés. Le kell választani, basszus, mert szopás lesz. Szopás harang. Méghozzá ilyennel. Így, és akkor ezt meg most már nagy kábellel beleköthetem a gerincbe, szerintem. Mondjuk így. És ez így még jól is néz ki. Na, ezt lessük meg. Mi rossz? Miért nem jó? Kis kábel alulra. Miért? De szerintem jó. Nézd meg a nyilakat. Szerintem így jó kell legyen. De figyelj, meglátjuk, szerintem így a jó. Figyelj, maximum átkötjük. Hát nem tudom, nekem mintha működne, de javíts ki, ha tévedek. Az baj, hogy most nincsen áramfelesleg, most fel vannak töltve az aksik, de most kurvára fel vannak töltve. De működik. Működik a trafóm. Hát az a lényeg, hogy az áram folyásának az irányát kell megnézni. Tehát az áram folyásának az iránya most jelen esetben ebből az irányból jön. Tehát, hogy az áramot itt termeljük. És oké, hogy belekötjük a nagy gerincbe, de
és hogy a többi helyen fentre kellett kötni, mert ugye itt leválasztottuk és kiságokra szedtük szét. De így gyakorlatilag kiságról megy bele a nagyba az áram, ezért kell fentre kötni a bemenet. Mindig fent van a bemenet, és ebből az irányból jön a cucc, a delej. Ez így kell, jó legyen. És egész egyszerűen több áramot termelünk, mint amennyire szükségünk van. Szerintem én ezt a széngenerátort, én ezt lejjebb kapcsolom, mert nem kell ennyi cucc. Határozottan nem kell ennyi cucc. Nem kell ennyi áram. Most töltjük a bázist. Tudjuk tölteni a bázist. Nézzük, hogy kikapcsol-e. 40%-on ki kell kapcsoljon. Kikapcsolt. Baszki, ez kúra, hogy működik. Baszki, V3, köszi a tippet. Ez nagyon állat. És akkor most, amíg el nem éri a 70%-ot, addig kikapcsolva lesz. De kellett mindenképp a negátor. Mindjárt elérje a 70%-ot, és elérte, és most bekapcsolt. Hát ez easy. Igazából ezt lejjebb is vehetném, így. 30 és mondjuk 30 és 80 között nyugodt. De igazából levehetem ám 10-re is, vagy de valamennyi ott legyen, de 10 és 70 között, hogyha ugrás, szerintem az nem rossz. És így a rendszer önfenntartó, és nem vész feleslegbe az áram. Mondjuk most a széngenerátor is nyomatva van, de most már kevesebbet kell nyomatni, most gyakorlatilag ennek meg feljebb vihettem a szarját, hogy mondjuk akkor kapcsoljon be, amikor az aksik mondjuk lemerülnek ilyen 30%-ra. Nem feljebb, hanem lejjebb. De ezt ugye nem kell, mert ugye van egy ilyen battery recharge cumó, hogyha ezt lejjebb húzom, akkor ez nem használják. Tehát amíg az aksik nem kerülnek 30% alá, addig nem fogja bekapcsolni. Úgyhogy ezt most én benyomom, és akkor így... Vagy de... Ja, de hát 50%-on volt, és mégis használták. Hát akkor viszont... Lehet, hogy kéne. Igazad van. De akkor az aksikat mind le kéne cserélnem okos aksira. Vagy elég csak egyet? De elég csak egy okos aksi. Mert a töltések kiegyenlítődnek. Aha. Igen. Amúgy nem tudom, mi nem értettem ajtót, ezt ne kérdezzétek. Mindegy, már itt van. Elég csak egy okos aksi. Átteszem a széngenerátorra is. Nem, pont az automata kikapcsol így. Meg csak nem visznek bele szenet. Aha, értem. Uh-huh. Jó, végül is megcsinálhatjuk azt is. Hol egy okos aksi? Ó, oh, bazdmeg, ez ekkora? Ide is rakhatjuk, tök mindegy. Jó, de ne az aranymalgámot használjuk. Az drága. Drága mulatság. Használjuk a wolframitot. Jó, nem tudunk mást. Van fémünk. Á, jó. És itt használjuk a wolframitot, így. Egy aksi elég, igen. Közben rájöttem, mert hogy a töltések kiegyenlítődnek az akkumulátorok között. Ugye egyik feltölti egymást, a másik lemeríti, úgyhogy ez így igazából így pont jó. Hú, de sokáig készül. De miért te építed, V3? Bárki megépítette volna. Na mindegy. Lehet, nem volt éppen más dolgod, akkor szabad. Kurva jól működik a rendszer. Hát ez tökéletes.
az itt elkészült. Remek. És igen, fel is vette a töltést. Akkor... Gondolkodom. Tehát akkor... Hogy néz ki most a kábelezés? Igen. Ezt nem így kellett volna bekötnöm. Mert... Ezt nem így kellett volna bekötnöm. Deconstruct Power Wires Sumo. És itt mindenhol leszedhetjük a Power Wire-öket. Jó. Ez így remek. Okés, okés, okés. És akkor Power Sumo. Itt a Heavy Wire. Ide behúzok. Itt ezt nem húzom be. Állj, ezt nem húzom be. Baszki, hova lett? Nem miért csuktam be. Ez így szopás. Ez így szopás. Így biztos. Azért nem jó, mert le kell raknom a kapcsolót. Vagy... Ja, hülye vagyok, nem... De bazd meg, nem kell kapcsoló. Ja! A kurva életbe. Jó, oké, rendben, igaz, tényleg jó volt úgy. Nem, ide most nem kell kapcsolom, mert nem az a lényeg, hogy leválasszam a hálózatról a generátort, hanem hogy ne generáljon. Tehát végül is... Jó, jó, jó. Jó, ezt most én balfaszkodtam el, bocsi. Hogy ezt is most én balfaszkodtam el. Kell gondolom a NAT gate megint. Le lehet pakolni ide a kapukat? Ide az épületek mögé? Hát az easy. Nem kell kapcsolatot, pontosan. Csak én gondoltam túl. No problem. Automatizációs kábel, és akkor... Ennen belemehetünk ide. Mert akkor kell kapcsoljon, amikor felesleg van. Mármint, hogy amikor... Tehát, ja. Tehát nem akkor kell kapcsolni... Akkor kell kapcsolni, amikor nincs. Tehát nem kell a kapu. A kapu sem kell. Tudom, hogy az áramot még nem kötöttem be direkt. Teljesen direkt nem kötöttem be. Azt is mindjárt megcsinálom. Szerintem nem kell a kapu. Hó, baszki! Jó, hogy most ezzel kísérletezünk, mert hogyha ezt meg akarom csinálni automatikusra, ezt a részt, akkor egy izzadni fogok, mert ott azért már vannak összefüggések. Ezek easy kapcsolatok, és még ez is megjáratja az agyamat. De érdekes, mert egész nap én ezt csinálom. Tehát logikai összefüggéseket állítok fel, és leírom programnyelven. De mégis ez más, ez kicsit életszerűbb. Vagy nem tudom, hogy mondjam. Ó. Oh. Ezt nem tudják megcsinálni, nincs elég réz. Nem tudom, miből volt eddig. Na mindegy. Megcsináljuk Wolframidból, aztán kész. Ja, és persze bekötöm a cuccast. Bekötöm a generátort. Amúgy itt szebben néz ki a kábelezés. Ehhez kétség nem fér. Na nézzük a printing padot. Oxylite. Ó, oh, meg aranymalgám. Hát, eljön az Oxylite. Vagy... Igazából mind a kettő kurvára fontos. Minél több oxigént juttassunk be a pályára.
Na jön az oxigén. Bár tudom, most jól állunk oxigénből, de akkor is az. Jó. Tehát. És mondjuk, ha azt mondom, hogy... Erre most kíváncsi vagyok, ezt most meg akarom nézni, mikor kapcsol be. Ez mi? Miért kell javítani a vezetéket, he? Túl van terhelve ez a hálózat itt? Ne basszatok ki velem. És ezt most hogyan jövök rá, hogy ez most túl van terhelve vagy sem? Én nem látok fogyasztókat. Na, az király Béla! Remek! Remek! Már nem vagyok meg StarCraftos, de ezt hallottam, hogy működik faszán. Ez most nagyon érdekes. Wire disconnected. Mi az, hogy wire disconnected? Miért? Ja, persze, mert szétkapcsolt a kapcsoló. Oké. Mindjárt bekapcsol. Csak olyan furcsa, hogy akkor ez így piros. Ja. Aha, oké, jó. Nem. Akkor ez természetes. Most megtöltötték szénnel a generátort, és valóban nem megy azért, mert van áram. Aha. De az alsó határ az, amikor bekapcsol. És hogy felhúzom az alsó határt, akkor elkezd bekapcsolni, és így zuzorog. De nem kapcsol be, mert fullon vagyunk. Aha. Tehát, ha jól sejtem ezt, most 50-re teszem, akkor fog bekapcsolni a széngenerátor, amikor valamilyen oknál fogva lement 50%-ra a töltöttség. Jó. Okés. Jó, okés. Fasza. Szerintem ezek működőképes rendszerek lehetnek. Sokkal takarékosabb, mert ugye a széngenerátorral is termeltünk felesleget. Hó, de még mennyit? Így viszont ez már elkerülhető. De ahogy nézem, a... Nem kell nekünk a széngenerátor. Hol a mókuskerék? Ezt kikapcsolom a picsába. Ezt most nem kell használni. Tehát... A víz szétbontásával keletkezett felesleg energia jelenleg elég arra, hogy a bázisunkat ellássa. Hogyha nem megy a vízforraló. Mert most a pumpák azok gyakorlatilag... Hát megy itt egy pumpa, de az lófasz. Víztisztítók most éppen nem működnek. Ez nagyon érdekes. Áha! Nem elég. Nem elég, mert meg kellett kapcsoljon. De működik a rendszer. Hát ez kurva jó. Ezt előbb meg kellett volna csinálni, mert rengeteg felesleget termeltünk. És ez mind elkerülhető lett volna. És akkor fog megállni, amikor eléri a 100%-ot. És mindjárt eléri. És akkor megáll egészen addig, amíg újból 50 nem lesz. Aha. Tökéletes. Tökéletes a rendszer. Vagy fogy a kajánk.
Jó, oké, és én ezt a szivattyút kikapcsolom. Megteltünk vízzel. Most egyelőre szerintem akkor a víz probléma az így megoldott. Megoldódott. Jó, az ki van kapcsolva, az már nem fogyaszt áramat többet. Vízünk kurva sok van. Gyakorlatilag mindenünk van. Remek, akkor visszatérhetünk az eredeti feladatra, az pedig a olaj. A rohadt olaj. Igen, és ott tartottunk, hogy azt akartuk bekötni, illetve aznak most hogy megy a kábelezése? Oké, V3. Köszi szépen az eddigieket. Szerintem most már ellavírozok amúgy. Tehát ez végig be van kötve ebbe az ágba, ez az ág szerintem bírni fog még egy pumpát, főleg, hogy ott most egy brutál aksik vannak, úgyhogy tök oké. Akkor megpróbálom egy kicsikét lejjebb menni, jó? Kezdek amúgy meg kurvára éhes lenni, úgyhogy szerintem már nem fog sokáig tartani a stream, de még egy picikét. Illetve meg kell itt csinálni, hogy ide itt átmegyünk. Még biztos, hogy biztos inkább ott hagyom. Ja, és a csövek! Bazd meg a csövek! De bazd meg, víz kell hozzá! Mi ez a fasság? Miért kell víz hozzá? Nem tudom, utána, hogy az olajfinomítóból ezt átpumpáljam egy másik medencébe. Tehát az olajfinomítón keresztül finomított olajat kapunk. És bele kell pumpálnom egy olyan medencébe, ahol finomított olaj lesz. Rendszer szerűen, igaz? Jó, itt szerencsére itt megy víz. Úgyhogy ez szerintem el fogja bírni. Miből vigyem? Slow heating over temperature plusz 15. Plusz 15. Plusz 15. Ki fogja bírni? Gondolom. Ja, hova viszek? Ezt itt levihetem. Hát ez feladat. Ez feladat. Az rohadt kocka vagy MV3, ugye tudod? Nem baj az. Amúgy ez tök vagány. Kockának manapság már vagány lenni. Emlékszem, amikor hogy vagány dolog lenni. Még általános iskolában azért még egy kicsit szégyeltük, amikor kockák voltunk. De voltak a focisták, mindenféle sportemberek, de inkább focisták, és ők voltak a vagány csávók. És voltak a kis szerencsétlen gyökérkockák, akik igazából mi voltunk. Én inkább egy olyan átmenet, de erről azt egyszer már meséltem, hogy én úgy próbáltam mind a két irányba egy kicsit orientálódni. Leginkább azért, hogy a társadalom elfogadottabb tagja legyek ott az iskolában, és na mindegy, de aztán de gyakorlatilag aki Star Trek-et nézett, meg egész nap csézett, 1.6-tal meg 1.5-tel, ők ezt tagadták. És manapság ez inkább már divat és jó fejség, meg vagányság, hogyha valaki olyan büdös kocka, mint például én. Jó, nem, mi körünkben. Nyilván akik mondjuk felnőtt férfiak, családos emberek, azok ezt másik gondolják természetesen, és ez nem is baj, ez az életnek a rendje. Én még nem vagyok az. Úgyhogy én még lehetek kocka. És még gondolhatom vagánynak, hogyha valaki sokat kockul. Nem, van az a szint, ami már nem vagány. Jó, oké? Tehát aki mondjuk nem dolgozik, és reggeltől estig játszik, az már sok. De aki mondjuk így megpróbálja megtartani a balanszot, de azért, hogy minden nap játszik egy 2-3 órát, azért az kurva jó tud lenni. A hétvégén meg mondjuk 6-7-et. És nem a kurvára vagány kategória, csak a nem rossz dolog kategória. V3 felnőtt két gyerekkel. Az már cinkesebb.
Nem, amúgy, hogyha nincs ebből probléma, és nincs elhanyagolva senki, akkor szerintem ezzel nincsen gond. Tehát meg kell tartani a balanszot. Mindig, mindig az a lényeg, az egyensúly. Hát, itt valamennyi olaj át fog folyni, de nem olyan sok. Igazából lehet, hogy egy kicsit lejjebb kellene ezt az átkötést megcsinálnom. Simán lehet. De akkor az valahol itt? Akkor az valahol itt? Mondjuk akkor itt rengeteg slime-ot kell kibányásznom. Nikotin hiány, bazd meg. Akkor igazából ez itt nem is lesz elárasztva ez a rész. Amúgy tényleg kurva jól állunk most. Kajánk azért az még akad. Immunrendszer leesett Kittinek 55%-ra. Az még elég gyenguszka. Mi a baj a Kittinek? Hogy tudom én ezt megnézni? Germs. Slime langos Kitty. A szopás. Hát igen. Ő nyomja itt. Ez itt egy viszonylag veszélyes terület. Nem csodálom, egy kicsikét megbetegedett szegény. Nem baj, meg kikezeljük. Ó, mire tudok tenni növényeket? Miért nem tettem még? Joya Seed. 100 fokig megy, igen. Azt kellene, ami azért így bírja. Igaz, 50-ig. Na jön akkor ilyen. Miért nem tettem ide még növényzetet? Kitty is eltűnt a streamről? Igen. Ez a múltkori balhéknak a folyamodványa valószínűleg. Minden streamer egyszer megkapja ezt a szöveget. Csak megváltoztál, meg már nem vagy olyan, mint régen. Elvette az eszedet a siker. Na most én ezeket megkaptam. Tehát elvette az eszemet a siker. Látjátok a sikert? Látjátok a pénzt és a csillogást? De elvette az eszemet. Van ez így. Van ez így. Nem ilyen érdekes, hogy... Nem akarok ebben nagyon belemenni, de mi érdekes, hogy Kittyvel a balhé előtt egy 2-3-4 héttel, vagy inkább 1-2 hónappal volt egy beszélgetésünk, hogy miért nem nézi már Pistéket, és ugyanazokat mondta el, amiket nekem mondott, hogy miért nem néz már engem. Ez van. Van ez így. Nem balhé. A Discord közösségünknek egy régi pár tagjából álló, tehát a Kemény Magnak egy pár tagjából álló része, az így úgy döntött, hogy már nem jó velünk. Egy ilyen 4-5 ember, akik így kicsikét így felhúzták az órukat, és azt mondták, hogy hát már nem olyanok vagyunk, mint régen, úgyhogy ők innen mennek, és azóta most már csak így el vannak tünedezve. De van ez így, nincs ezzel gond. Tehát a természetes kiválasztódás, vagy cserélődnek az emberek, ez teljesen, tehát tényleg ez minden közösségben szerintem tök természetes, úgyhogy nincs ezzel nekem semmi problémám, meg hogyha nem érzik jól magukat, akkor nyilván nem kötelező itt lenni, tehát nincs ezzel gond. Valahogy nem volt, csak ilyen kis szóváltások. Mint hogyha bármi kötelezettségünk is lenne. De nem hiszem, hogy van. Tehát, hogyha, nem tudom, bármelyik őtök úgy gondolja, hogy nekem kötelességem csinálni dolgokat, szerintem, az mondja meg, de szerintem nincs. Tehát, hogy én nem vállaltam semmi olyat, értetek, amit kötelező jelleggel nekem be kellene tartanom, vagy úgy kéne legyen, ahogy. Igen. Egy Peterlenes Discord, ja. Amúgy igen, ők azok. Ez van.
Hát, most mit mondjak? Idle-ben vannak az emberek, baszki, nincs mit csinálni. Hát a szuboknak, jó, maximum a szuboknak, igen, mert nagyon ez tény, a szuboknak annyival tartozom, hogy ők hát lefordítva máshogy előfizetők. És igazából az előfizetés az azt jelenti, hogy egy szolgáltatásért azért fizetsz, hogy kapjál is belőle. És ez persze ez sem kötelező, ez sincs leírva sehol. De a jó érzéssel az ember azt mondja, hogyha már vannak idézőjeles előfizetői, akkor azért tesz, hogy kapjanak is szolgáltatást. Igen, Hater Club. Van Hater Club. Kell ilyen legyen, amúgy. Tehát, hogyha 100 emberből egy utálja az ember, szerintem az nem rossz. Hogyha 400 emberből egy utálja, 400 emberből négy utálja az embert, az sem rossz. Ennyi. Igen, igen, ha kapok, de látod, hogy tettem a stream minden nap, és amikor nincs, akkor is próbálom, hogy legyen. Azt nem értem, hogy sikerült átmenni Idle-be úgy, hogy volt mit tenni. Na mindegy. Most ez az automatizálós rendszer, ez forradalmian megoldotta itt a dolgokat amúgy. Most ez kapcsolva van. Érdekes. Vagy akkor mindjárt kikapcsol 10%-on. De V3 teszt nem tudtad? Azt hittem a Discord az egy aktív tag vagy. És a 22.38. És én még itt vagyok, és még nem akarom abba hagyni. Kurva életbe. Ez a játék elveszi az eszem. Az annó barátaim csinálnak pitelenes Discordot. Érdekes, hogy barátaimnak tudom-e tekinteni azt, akit az interneten ismertem meg, és végül is jó barátságot sikerült kötni, de az igazi barátaim ők, mármint hogy az eredeti, vagy hogy mondjam, tudom ez így hülye hangzik, de Klupi és Geleno, akikkel már hosszú évek óta jó barátságot ápolok, ők az a lényeg, hogy ők mellettem vannak. És szerintem... Igaz, Klupi, te itt vagy? A V3, ez a kettő, ez ugyanaz. Az antipites meg a Lázáros. Köszönöm szépen, Atlas. Igyekszem, hogy azért ne okozzon csalódást a Just for Fun közösség sem. Jó, tudom, nehéz, mert ott is mindenféle különböző emberek vannak. És súródások mindig lesznek, de ezért kell, hogy az ember toleráns legyen, úgy ezeket azért lehet finomítani, ezeket a súródásokat. Idle 9. Idle-ben vannak az emberek. Az fasza. Legalább nincsenek stresszbe. Jó, itt azért van dolog, van tennivaló bőven. Ja, semmi, Klopi, csak arról beszélgettünk, hogy ugye te is tudod, hogy van pár ember, akik úgymond elfordultak a közösségtől, de az a fontos, hogy azok itt legyenek, akik, mint például te, akik az eleje óta, sok-sok éve, úgymond itt vannak. Vagy hát velünk, vagy hát együtt vagyunk, vagy hogy mondjam. Vicces, én inkább gyerekesnek mondanám ezt, de... Tehát nem akarom én itt, nem akarok én kibeszélni senkit sem a hátam mögött, mert az milyen gáz már, úgyhogy inkább nem teszem. Azért csinál mindenki mindent, mert kibaszottul idle. Kibaszottul kevés a feladat, és mindenki idle-be van. Egy kicsit többet is főzhetnénk, az a helyzet. Nincs mit főzni. A gombák vannak, meg az agancsok. Valamit kellene azzal kezdeni, hogy ne legyen túlnyomás a bázison. Mert tök jó, csak így nem tudom hűteni a levegőt.
Ez szopás. Ez szopás. De hogy lehet ilyen retardált a játék, bazd meg? Véresed bele? Hogy? Ah. Sok mindent nem vesztettünk progresszt, mert igazából csak ástunk ott lent, ahol most meghalt Zoli. Azt hiszem, annyi volt a napi progressz, de mindjárt kiderül. De miért nincsen annyi esze, hogy próbál úgy helyezkedni, hogy ne essen bele a vízbe? De hogy kiássa maga alatt a talajt? Vagy mit csinál ilyenkor? Jézus! Mit csináltunk meg, mit nem? Mi változott? Az ott már megvan. Minden automatizáció nyilván ez készen van, működik frankon. Szerintem semmit nem csináltam, ezeket a növényeket elültettem, nézelődtem, meg beszélgettünk, ez történt. Hogy tegyek közéjük jeges kaktuszt. Mégis egy-egy jeges kaktuszt szerintem leteszek ide, meg ide. Oké, és mégis eleve nem hülyeség. Két jeges kaktuszt, valahonnan szereznünk kell. Leteszek gránitból ide egyet, és megnézzük, hogy ez elég-e valamire. Csak így nem fog elférni a kaktuszunk. Honnan szerezzünk kaktuszt? Valahogyan fel kéne mászni ide, és itt van egy, meg kettő. Vagy a másik irányba is van, amúgy itt. Hogyha ezt itt kiásom. Azt szerintem menni fog, mert itt van oxigén. És már megy is. Ja, azt hittem. Akkor haladjunk szépen sorjába. Ja, az ő hibájuk, hogy nem nézek a streamet, de nem mondanád, hogy a hátuk mögött van. Hát, lehet így is nézni. Nem mondom, hogy azt, hogy streamelek, nem változtatott meg. Tehát az, hogy nem olyan vagyok, mint régen, ez teljesen egyértelmű. Ez 100%. Tehát, de nem tudom, hogy negatív vagy pozitív jellemvonásokat szedtem-e fel. Nem hinném, hogy olyan nagyon sok negatívat. De ezt talán meg tudnátok mondani, tehát Heimlet Béla, te már régóta itt vagy. Klupi már hosszú évek óta a barátom, szerintem ő is megmondaná őszintén, hogyha valami furcsa lenne. Atlaszt is már majdnem a streamelés eleje óta ismerem, biztos megmondaná, hogyha valami furcsa lenne, gondolom én. Tehát inkább csak arról van szó, hogy nem tudom. Hát most nem tudom megfejteni pontosan, miről lehet szó, de furcsa dolgokról, az biztos. Vagy hát nem tematikusan, hanem hogyha szisztematikusan haladunk előre, úgy nincsen gáz. Idősebb lettem. Valamivel idősebb lettem. Máshogy áll a hajam, az biztos. De nem akarok semmi rosszat sem mondani, mert meg tudtam félsülködni. De ez csak az utóbbi pár napban. Most már elég hosszú a hajam az, hogy félsülködni kelljen. De ennyi, amúgy nem félsülködnék. Természetesen. Valamelyik streamben, valamelyik HH-ban megmondta Pisti is, hogy félsülködni amúgy meg búz is. Jó, nem pont így mondta. De vízből mondta, persze, természetesen. Amúgy ezt itt, én itt lerombolom, ez itt nem kell. Előtte nem tudod, milyen voltál, de nagyjából olyan voltam a streamelés előtt, mint a streamelés első pár hónapjában. Tehát, hogy az voltam, aki... Ezt én nem fogom tudni ide rakni, mi? Nem hát. Baszki. Ez itt a szopás kategória igazából. Szia, Hág! Hát akkor leteszünk ide egy kicsi virágot, na. 40. Ha más nem, akkor dekornak jó lesz.
Bármit le tudok ide tenni, csak a jégkaktusz nem amúgy. Hát persze! Tényleg, Renny. Ott van Renny, aki nyilván előtte 9 éve ismerem. És biztos szólt volna. Jaj, Renny szólt volna, az biztos. Renninek, ha másnak nem, Renninek feltűnt volna. Hé, mi ez a földgáz itt? Az eddig is ott volt? Biztos, hogy fotogénebb vagyok. Hát tuti. Hú, valamelyik nap visszanéztem az egyik régi streamemet, a Layers of Fear-t. Azt a kurva. De ezt mondtam, hogy rossz volt a hang, rossz volt a kép, csúnyán néztem ki, borzalmasan tudtam beszélni. Most sem sokkal jobb, de azért talán valami fejlődött. Minden szempontból inkompatibilis voltam ezzel a dologgal, de nyilván az ember, hogyha csinálja, akkor azért valami változik. Wow! Nagyon nagy Béla, te is fejlődsz. Nem? Te sem vagy már olyan, mint régen, baszki, még dicséretet is tudsz mondani? Pff, hova züllöttél? Dicséret. Jézus. Kittinek nagyon rossz már az immunrendszere, basszus. Ha-ha! És egyből hűt! Egyből hűt! Oké, és jó lesz ez. Jó lesz ez. Miért nem jutott előbb eszembe? Ezért vagytok ti itt. Segítetek, ha hülyeséget csinálnék. Egyszerűen remek. Mit akarok? Hőmérséklet nézetet. Hogy nagyon frankó lesz ez. Szegény emberek melegek. Mit nem olvastam el? Mit nem olvastam el? Mindegy, tovább megyek. Alakul frankon a rendszer, basszus. És mintha ez a szoba is most visszahűlne, de amint ráengedem a meleg vizet, úgy egyből felmelegszik. Tudom, hogy írtad a jeges kaktuszos dolgot. Ja, hogy korábban írtad. Ja. Bazz. Értem, mit mondasz. Hát nem tudok mindent néha észrevenni. Ez van. Copper ore. Ez kell. Nagyon kevés rezünk van. Feltétlenül szükséget. Jó van, bocs. És algánk is van még, hogy mindenünk egy kicsit. Nagyon faszom most. Nagyon faszom most a cucc. Jó. Tudod, hogyha máshoz spamelsz, akkor van vagy T.O. jár érte. De látod, hogy itt szabad. Nem is olyan rossz ez a hely. Nézzünk előléptetéseket. V3-nak a morálja 10-es. 8-as kell a tier 3. Jó van, oké. V3-at szerintem már is előléptethetjük nyugodtan. Gelenó művészeti cumója. 9-es Gelenó morálja. Igen. Neki van egy ilyen negatív debuffja, hogy neki nagyon nehéz a kedvére tenni. Zolinak 16-os morálja van. Ezek szerint neki meg könnyű. 16-os? Azt a kurva. Ezt itt lekenszelezem. És behúzom valamivel. Valami mással. Menjük át cső nézetbe? Igen. Arany. Aranybú van, baszmi. De van, ennyit kell aranyból csinálnom. Hm.
Ja. Tényleg, megmentettem Zoli életét. Ja, akkor én ezt itt még ennyire itt kibányászom. Ez a slime, ez itt borzalmas, itt rengeteg kórokozó van itt a levegőben, de nem gond. Viszont majd egybe is fogom nyitni, nem tudom, hogy hogy nyissem egybe. Majd valahogy ezt okosan kéne csinálni. Vagy hagyom, hogy áttörje magát, és akkor nem kell ott legyek. Jó. Okés. Na akkor lassan elgondolkodhatunk azon, hogy itt a dolgok legyenek. Atya ég, mennyi ez a sok aranymalgám? Akkor ezt lehúzom idáig, meg a csövet is lehúzom. Így. És szerintem rakok egy pumpát valahova. Valahogy ide ezt a részt itt könnyű kiásni. Bazd meg, itt tényleg itt nincsen nyomás, igaz? Jogos, mert teljesen kiegyenlítődött. Aha. Ez valóban már nem fogja áttörni, ezt nekem kell kézzel. Jó! Jó. Rájövök, nélkületek én tök buta vagyok. Micsoda? Kézzel hajtják meg? Minek kell bele áram? Kézzel hajtják meg? Mi a pöcs? Ez érdekes. Hát kell bele áramat kötni, azt mondtátok. Hát akkor csak nem kézzel hajtják. Lerakhatunk egy-kettő ilyen levegőtisztítót, mert az nem fáj senkinek. Ettől függetlenül, mondjuk hogyha tematikusan haladunk előre, lerakhatnánk mondjuk ide egyet. Lerakhatnánk mondjuk, tudja a tököm, ide egyet, lerakhatnánk ide egyet, és akkor, tehát az ott biztos, hogy nem szar. És nincs itt különösebben slime láng, azt nézem. Hát egy kevés. Egy nagyon kevés. Ja, a pumpába is kell az áram. Ja, tényleg eredetileg a pumpának viszem az áramot. De hülye vagyok. Fáradt vagyok már, baszki! Egész nap pakoltam a kurva életbe, irodát rendeztünk, teljesen lefáradtam. Lehet abba kéne hagynom. Már nem tudok gondolkodni. Gyakorlatilag egyik másik mondatom úgy következik egymás után, hogy fasságot beszélek. De a finomítót azt már rakhatom közel a bázishoz. Tehát rakhatom olyan helyre a finomítót, ahol nincsen kórokozó. Például itt. Ez teljesen tűrhető. Van itt egy rakás kloringáz. Vagy klorgáz. Ez teljesen tiszta. Aha. Tényleg. Aha. Akkor viszont nem jól csövezem. Hogyha fel akarom tenni a finomítót, akkor ez... Tehát mert én eredetileg úgy gondoltam, hogy a finomítót ide teszem. És azért viszem oda a vizet. Csak most túlhúztam véletlenül, mert már nem tudom, mit csinálok. De hogyha kézzel hajtják, akkor ide nem rakhatom a finomítót. Akkor viszont ezt le kell kötnöm a vízrendszerről. Jó. Jó. Uh-huh. 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 Jó. Képben vagyok, de ezt én meg kell csinálni, mert el fogom felejteni legközelebbre. Ezt itt. Sőt. Az biztos, hogy ezt itt dekonstruktálom 9-essel. Biztos, ami biztos.
ezt így végig. Mert ugye szerencsére ilyenkor még a csövet nem lepi el a víz. Tehát ez még nem cink. Persze még nincsen benne víz, addig kell lebontani. Hogyne. És most még nincs benne. Akkor nem baj, hogy behúztam a csövet ettől függetlenül, mert akkor a csövet arra fogom használni, hogy az olajat feljuttassam. Mert eredetileg én a vizet akartam lejuttatni a finomítóhoz. Csak aztán elkezdtem pumpázni, aztán belekavarodtam. De jó. Teljesen jó. Akkor lemegy a pumpáig a cső. De akkor hova tegyem a finomítót? A finomítóban meleg van, igaz? Valóban azért távol kellene rakni, de mégis közel. Valóban ide például. Fogalmam nincs mennyi hőt termel, de azért nem akarom majd nagyon közel rakni. Például tényleg ide. Lesz földgáz is a finomításkor, na fasza. Földgázzal, mert még aztán az égvilágon semmit nem kezdek. Jaj, drága zsíros kenyér. És a földgáz az csak úgy... És csak úgy leveg. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez kivezeti, vagy csak úgy leveg. És csak leveg. Kurva jó. Szopás, szopás hátán. Egyik szopás a másik után következik. Pont ilyen ez a játék. Egy valamit megcsinálsz, a másik probléma következik belőle. Folyamatosan megállás nélkül. Hát, hogy ezt már a következő streamre hagyom, baszki. Igazából ezt is így dekonstruktolhatom végig. Ezt még végighozom csempével, csak hogy szép legyen. Nem itt lenne bármi jelentősége. Mennek itt a légtisztítók frankón. És amúgy, mintha tisztítanák a levegőt. A szegények meg fognak betegedni. Igazából nem is kell az atmoszút amúgy. Egészen el lehet bírni nélküle a dolgokat. Most nagyon jól lett a kaja termelés, meg minden. Ezt így ebből semmi probléma nem lesz. Mi kell ez a szarhoz? Ez a meal lice. Ebből igazából ezt berakhatjuk a forever-re szerintem. Nem lehet ezt a szutykot megsütni? Most a sírtan nem találom. Na jó van. Kezdek kurvára fáradni. 2 óra 54 perc megy a stream. Igen, és egyszer már egyszer megszakadt, úgyhogy ez már egy negyedik óra. Egyszer már egyszer. Ez már a vég. Dobjam ki az egyik agancsot. Egyet dobok csak ki. De akkor ezt. Ezt az egy agancsot kidobom, és amilyen szerencsém van, szerintem visszanőtt a kaktusz, mert én itt két darab kaktuszt ástam ki, igaz? Emi. Kloringázvent. Ja igen, tényleg. Ja. Arra nincsen szükségem. De bocs, az egészet le kell pusztítanom. Deconstruct. Ja, Farm Station! Ja, tudom mi... azt hittem izét akarsz. Jeges kaktusz, de nem, Farm Station.
Bazd meg, mennyi eszed van. Már megint baszki, itt villog az eszével. Jézusom. Megcsinálom részből. Az arany az értékesebb. Jogos. Jogos, jogos, persze. És akkor nézzük meg ezt. Room cumót, igen. Aj, de jó, te atyaig, minden szép színes. Nagyon állat. Volt-e fontos téma az elmúlt 3-4 órában? Amúgy volt. Egész sok érdekes dologról beszélgettünk. Biztos olyanról is, ami érdekelt volna. Oké. Szabad. Villogjál, csak villogjál. Annak gondolkodom, hogy víz az vajon önfenntartó most már? Kell még nekünk vizet bejuttatnunk a rendszerben, vagy vajon ez a körforgás már így fent tudja tartani magát? Mert amúgy, mintha jó lenne. Ja, kaptál egy meleg puróvert? Aha. Ezt bekapcsolom. Átpumpáljuk a cuccot. Átszűrjük a cuccost. Annyi történt nekről, hogy megcsináltam azt a fajta automatizálást, hogy ne termeljünk felesleges áramot, és kurva jól működik. A frissítés az fontos, megvédi a számítógépedet. És te ezt nem becsülöd? Hogy van ez? Érted? Ó, baszki. És lebetegedett? Nekró. Nekró lebetegedett. Ennyi. A kórházi ágyakat azt 9-es prioritásra tesszük, minél hamarabb gyógyuljon meg bárki, aki befekszik. Gelenó megy is. Nekrót ellátja. Egyedül Nekró, hát illetve a nefik is elég szarul van, ami azt illeti. Igen, a slime langgal játszani, ez ilyen? Lehet, hogy előre látom, kellene még egy kórházi ágyat építeni, most elég sokat slime langoztunk, és lehet, hogy kellhet. Ezt még megcsinálom. Granitból nyomom neki a cumót, így. És nézzük meg, milyen itt a hőmérséklet kívül, itt elég meleg van. Akkor ide ilyen falat teszek, így. Pedig mi meleg pulóvert is kaptál, Nekró, most ne mondj, hogy nem vagy hálás. Ja igen, Zolit is meg akartuk ölni, de nyugi, nem csak veled kivételezünk. Makrút. Miért ne? Ez a cumó itt el fog készülni, aztán nagyon jó lesz nekünk. Illetve az biztos, hogy itt fölötte kell ásni két kockányit, hogy meg tudják csinálni. Jó, és akkor, hogyha ezt le akarom kopizni, akkor az étkező asztal, az közvetlenül itt van. Aztán le kell rakni egy... Le kell rakni egy ilyet. Aztán most jöhet a kórházi ágy. Ja, az itt van. Aztán le kell rakni egy WC-t. És akkor ennyi. Hol a WC? Itt van. Jó. Illetve kellenek a stukkók, meg a festmény. Tuskók. Ide. Meg ezt most ide nem tudom lerakni. Így. Egy pillanat alatt meg fogjátok csinálni, mert olyan szinten feleslegesek vagytok most. Mármint, hogy úgy értem, hogy rengeteg a szabadidő. Persze senki nem felesleges.
És nyilván ki az első, aki magára veszi? Hát Atlasz. Ja, ja nem. Majdnem azt mondtam, hogy Atlasz lettél, de nem, nem Atlasz. V3 lett. De... Te voltál az első, aki eszembe jutottál Atlasz, de csak azért, mert te voltál az első, aki azért sírt, hogy még nincsen a játékban. Tehát valamit valamiért. Jó, azt még becsövezzük. Nem öregszenek. Az emberek nem, az állatok igen. A tiszta víz, az megy alul. Na mindegy, miből visszük. Mert Sandstormból is úgyse látszódik. Engem kell ide egy bridge. Nincs, hogy van? Így. A szennyvíz pedig... Ja, így. A szennyvízet pedig akkor azt itt visszük a falba. Így. Frankó. Valószínűleg, hogyha lennél, akkor te lenne az első, akit megpróbálnék beküldeni. Nem, nem, nem. Az gyorsan csináljátok, mert bejön az a maradék hidrogén. Ami ott van. Gelenon leült oda kajálni. Ott építkeznek mellette, neki eszébe jutott tenni, ezért leült oda. Na, mert nyilván ez még nem szoba. Milyen sokáig készül már az a festmény, basszus? Na, aztán megnézzük, hogy Gelenon mit fest. Micsoda? A szennyvizet nem kötött be a többihez? Többihez? Már én csak hadd nézzem meg. Mit csináltam? Megint hülyeséget csináltam? Simán benne van a pakliban. Ja? Ó, bazd meg. Igen, hülyeséget csináltam. De bekötöm. Rájöttem volna amúgy, amikor látom, hogy nem működik, tehát, hogy... De köszi, hogy szóltál. Így legalább kiderült, hogy én vagyok a fasz, de hogyha én jövök rá, akkor... Akkor nem. Mindig hülyét kell belőlem csinálni. Nem baj, mert megszoktam. Hogyha azt nézzük, olyan szempontból megváltoztam, hogy ezt régen zokon vettem volna. Úgyhogy régen zokon is vettem, arra talán még Gil is emlékszik, hogy néha azért fel tudtam kapni a vizet a backseaten. Na nézzük, Gelenon mit fest. Ugyanolyan gyerekrajz lesz belőle, vagy azért fejlődött valamit? Mondjuk ezzel a technikával valószínűleg nem fog tudni jobbat. És gyerekrajz, gratulálok! Gratulálok, Geleno, szép munka! Tehát, hogy festékszóró pisztolyt 5 méterről ráengedni a vászonra, hát... Majdnem impressionizmus, de nem éppen. Hát igen. Nem, hogyha valamiben változtam, ez például, ez sokkal toleránsabb tudok lenni, amúgy. Ez kellett amúgy ehhez az egészhez, szerintem. Pirőritere ellátja. Ó, baszki, Adefik is lebetegedett a kurva életbe. És René lesz a következő, aki lebetegedik. Állj, a Slime Lang az megszopat. Kurvára megszopat. Le kell még tennünk pár légtisztítót, mert el fogják kapni a többiek is. Na de aztán mégis hova? Itt már van, ez itt végigben tisztítva, itt a klórgáz. Itt nem kell sokáig mászkálni, itt nem sokára olaj lesz, tehát hogy... Hogy ez úgy azért lesz easy. Talán. Tehát persze mindenki oda megy le szarér. Hú, de lassan épül most a cucc. És amúgy meg, hogyha vannak ilyen törmelékek a szobákban, azokat elszállíthatnánk. Ezt is itt például onnan el van szállítva. Igazából el vannak szállítva a törmelékek, most nézem. Milyen szorgosak. Milyen szorgosak. Hát persze, idle-ben voltak, mindent megcsináltak, még azt is, amit nem kell. Remek.
Hát az építészek betegek. Nekroépítész, a defik építész, igen. Az építészek betegek. Ja, egy lassan épül. Van, aki majd csak megcsinálja, mert így is készülget, csak ugye azt csinálja, akinek nem feladata, tehát mindenki másnak utolsó szempont az, hogy ez itt elkészüljön, mert senki nem építész. Világos. Remélem kigyógyulnak még mielőtt valaki lebetegszik, baszki, mert rá kell tenni 9-es prioritásra az ágyat, hogyha valaki mégis lebetegedne. Meg kell csinálni azt a... Van egy asztalka, ahol gyógyszert gyártanak. Az szinte kellene kurvára. Prince of Persia-t? Arra gondolsz? Egyrészt meg kellene vásárolni, és annyira nem szívügyem valamiért a sorozat. Lehet, hogyha játszanék vele, akkor úgy okés lenne. Lehet, és meg kellene próbálni. Nem tudom, lehet. Gyakorlatilag minden játék, ami megvan, az a Steam könyvtáramban, azt ott van, azt szerintem láttátok már párszor. Azon kívül nekem nincs játékom. Gogon van egy-kettő. Minden más, mi meg kellene vásárolni, és hát eléggé ki vannak számolva a napok. A hónapok. Vagy így mert nagyon kevés plusz költő pénz jut sajnos. Nem panaszkodni akarok, csak mondom, hogy azért vagyok kicsikét megerekedve néha. Tudnék játszani pár játékkal, és hogyha nem tudok vásárolni még játékot mondjuk egy évig, akkor is van mivel játszani, csak azért nincsenek terve olyan nagyon nagy franchise-ok most jelenleg, mert a nagyokat éppen lövöm el. És utána már csak a kicsik maradnak. De nem baj, majd időben pótlom őket, nem gáz. Tehát a Prince of Persia-kat már meg lehet venni, hogy tényleg nagyon fasz áron. Tehát ez nem lehet akadály. Jó, elkészült ez, remek. Elkészült. De akkor azt a egy stukkot még lerakom. Most. Na, azért nem engedi lerakni, úgyban meg kell nyitnom a menüt. Mi a szar? Igen, de érdekes. Na, nagyon frankó. És de még le tudunk rakni még egy kórházi blokkot, hogyha arról van szó. De szerintem, remélem nem. René 27%, az előbb 30 volt, V3-45, az sem túlzottan jó. Beengedtük a slime legot a bázisra. Legutóbb, amikor V3-at lekértük, majd az ő karakterét, akkor mindenki 100%-os volt. Azóta elkezdtünk áskálódni itt lenn, aztán egyből mindenki leesett. Nagy gond. Hát mindegy. Legalább minden más jól működik. Kaját tudjunk gyártani, akkor lesz gáz, amikor a kaja gyártás is megáll. És Linux úr a fő szakácsunk. Kittit és Linux urat azt mondom, hogy ne is menjenek ki soha semmiért. Ez valahogy, várjunk csak azt, hogy kellene megcsinálni. Van ám erre, be lehet állítani az ajtókra policit, hogy kik mehetnek át rajta. És az ilyen fő zsilipeknél, igazából ezt is le kellene így zsilipelnem. Ezt le is zsilipelem. Jó, hogy észrevettem. Így. Szóval, hogyha azt mondom itt az ajtóra, hogy Linux úr permission, hogy csak abba az irányba mehet, mármint, hogy abba. Tehát befele a bázisra. És akkor ő nem fog tudni kijönni. Ugyanezt beállítom Kittire. Ennél az ajtónál is. Hogy Zoli, aki kurvára fontos, mert főz, és Kitti, aki kurvára fontos, mert növényt termeszt, ők ne menjenek ki a slime-lagos levegőbe soha, bármi történik is, mert ők nagyon fontosak a bázison. Jó.
És gyakorlatilag itt is beállíthatom ugyanezt. Kitty csak ebbe az irányba, és Zoli csak ebbe az irányba. Stresszes szobát? Nem akarok, senki nem stresszes. Stresszben kurva jól állok. Szerintem, hogy nincs jelentősége ennek. Ez tényleg fura véletlen. Ez tényleg véletlen. Nem kípó, komolyan. És amúgy megéri elgondolkodni ezeken az ajtópolisziken. Maximálisan. De le kell raknom csempét, mert az meg hogy néz ez itt ki? Hát ez itt egy tömör. Ez itt egy tömör fal lesz. Most mit csináljak? Nem tudok semmit. Á, most lettél. Menjél, pihenjél, V3. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jó ét. Én is megyek, már én is kurvára fáradt vagyok. De nem tudom itt hagyni a játékot. Látszódik a különbség biztos, amikor elkezdem a streamet, és most így 4 óra után már így nem is ittam egy kortyot se, baszki. Azonban, hogy ezt szénsavas is befizni fogok. Igyekszem visszafogni magam. Hallanátok, miket befogok akkor, amikor nem megy a stream? Oh, Jézus! Visszavonnátok sokan a követést. Jég! Hú, na az hiányzott már csak, baszki, szétfolyjon itt a víz. A jeget végig is le tudjuk tárolni a hűtőben, mert jég. Kiprintelem. És be tudom tenni a jeget a hűtőbe? A lófaszt. Hát ez szopás! Nem. Ez szopás. Akkor ez egy jég itt szét fog folyni, és vízzé fog változni. De mit csináljak vele? Hova rakhatnám el? A sweepre jelölöm, de semmi értelme. Na, majd kiderül. Maximum szétfolyik egy kis hideg víz a bázison, lehűti a bázist, felmosom, kész. Tegyek egy tárolót valamelyik vízhez, és oda ice-olni. És sima tárolóba bele lehet rakni az ice-t? Aha, itt van. Jó. Azonban, hogy nem lehet konkrétan odavinni tárgyakat egyik helyre a másikra, tehát azt tudom csinálni, hogy leteszek egy tárolót. Mi lenne, hogyha itt tárolnám a jeget? Ahol amúgy is hideg van, hogy ne olvadjon el? He? Mert állítólag a jég az még hasznos lehet. És miért olvasztanám fel? Energia lehűteni. Miért basszak ki magammal? Ha esetleg jégre van szükségem, ne kelljen már a hűtéssel is foglalkozni, úgyhogy kurva gyorsan ezt megépítjük, még mielőtt ez felolvadna, nem tudom mennyi idő, az mínusz 40 fokos az a szar. Ó, baszki. Ez mi? Mi történik? Valami baj van? Nem önellátó a rendszerünk. Mi történt ezzel? Miért sérült itt minden? Mi a baj ezeknek? Kurvára jó lenne látni, hogy miben sérültek meg ezek.
És azt is jól lenne látni, hogy a vezeték sérült, vagy ő, vagy az a vezeték sérült. Igen, a vezetékben sérülve, de miben sérült vajon? Ha? És akkor erre meg azt mondom, hogy folyékony cumók. Isotis Note. 9-es prioritással minél hamarabb pakoljunk bele. Érdekes, mert az előbb megijedtem, mert hogy mintha nem lett volna önállátó a rendszer, de valamiért lemerültek ezek az akkumulátorok. Ja! Persze, hogy lemerültek. Igen, jó, közben rájöttem, hogy a vezeték rendben nem probléma, az kevésbé probléma, illetve jó lenne megoldani, hogy ne legyen, de lehet, hogy át kellene kötni másik fajta vezetékkel. Na, nézzük meg egy kicsit. Mert lehet, hogy ha tehát maga a transformátor lehet, hogy 1000 watt, és pont. Lehet, hogy ezzel a másik fajt 20 kilowatt, azt a kurva. 2 kilowatt, 1 kilowatt. 1 kilowatt, vagy 2 kilowatt elég vajon? Aha. Szia, Andris! Igen, itt vagyok még, mert most ez a játék megint kurvára elkapott, de igen. Ezt ilyen konduktív wire-rel át kellene húzni az egészet. Az egészet, az elejétől a végéig. Habár az az érdekes, hogy csak itt van vele gáz, itt ezen a részen. Mert hogy itt nem vettem észre, hogy itt valaha megtörött volna a kábel, ahogy itt vezetjük, de itt bent, meg itt ezen a részen. Valamiért itt szokott megszakadozni. Áthúzzuk konduktív wire-rel, az kiderül, csak az a baj, kevés van ebből is. Nem, előtte csinálok még, és akkor majd egyszerre az egészet. Iront kell csinálnunk. Iron ore. Nincs iron ore-unk. Aha. Rezünk van. Hát akkor a wolframitot használjuk el. Haha, szia Geli! Tudom, hogy no offense. Na baszki, és elkapott ez a játék. Fú, bazd meg, 11:30. Ááááá! Nem tudom abba hagyni, kurva jó. Ja, most belepakolják szépen a jeget, meg a mindenféle szart. Remélem a bázisról is elhozták már. Hát nem, még itt van egy kevés. De már kevesebb. Ha, 2600 kiló, már a felét elvitték. Rohadtul addiktív. Milyen nehezen telik meg ez a medence? Ja igen, meg kellene csinálni a... Mindent meg kell csinálni, bazd meg! Itt leszek egész életembe! Ha mindent meg kell csinálni, kell még egy medence a tisztított olajnak. Vagy hogy mondjam. Lehet, ezt ide kellene gyűjteni? Ide? Vagy kiásom ezt itt fenn a picsába. Itt úgyis van egy kis iron. Az a baj, ez 5 magas. Nem, hogy 5 magas, 6 magas. Annyit nem tudok kiásni. És akkor legyen ez a medencénk. Legyen ez a medencénk. Jobb ötletem nincsen. Ezzel például tehetnénk egy csövet, amin lecsúsztak. Igen, ezt meg még itt be kell húzni, mert ez a zsilipi még nem zsilip. Na fasza, itt meg esik le a homok.
Hú, de utálok homokba ásni, hihetetlen. Mint a Minecraftba. Ott is utáltam. Belepiszkít a tervembe. Nem mi itt? Rán itt nem érdekel. Csak valamit még azt kell megcsinálni, hogy oké, én itt nem tudom, mennyi olaj lesz ebből, tehát fogalmam nincsen. Gondolom sok. Gondolom, hogy aránylag sok. De az biztos, hogy egy kivezető nyílást teszek. Ez mennyire lesz meleg? A finomított olaj. Az is az? Mint egy overheat temperature, maximum megcsinálom aranymalgámban ezt a cuccot. Meg a csövet is, ami kijön belőle. Jönöm azt másból. Azt mondjuk ebből. Ezt így kivezetem, illetve csak ennyi. Mert akkor a többit már meg tudom építeni, aztán befalaszhatom. Illetve, na várjunk csak. Hát igazából. Hát mindenképp kell egy lejárat. Igen, egy kapcsolót is tehetnék. Jaja, kibaszott kapcsoló. Bár hogyha manuálisan tekerik az olajfinomítót, akkor nem kell hozzá kapcsoló, mert ha azt mondom, ne tekerjék, akkor nem tekerik. Ergo nem pumpál. Persze, hogyha nem kell tekerni, akkor kell a kapcsoló. Mert egy kapcsolót tehetünk, az nem fáj senkinek. Csak akkor most lebontatok itt két darab kábel, de ez... nem fáj. Hát lehet, hogy ezt itt megbontom. Mondjuk egyet itt lebontok. Egy blokkot. És akkor én ezt meg itt befalaszhatom nyugodtan. Tiszta szívvel befalaszhatom. Nem, hogy meg miért erre mentem? Ja, most már látom, jó. Hogy állunk immunrendszerileg? Mindenki meggyógyult. Vá, baszki, ez az. V3 50%, Renny 27 még mindig, de Necro és Adafik meggyógyult. Ez nagyon helyes. Kicsikét aggaszt még... Ó, bazeg, mi ez a szar? Fúj. Szinte szó szerint. Ezt mostuk már fel, megosztustalan. Másrészt meg zavar. Ja, és azt nem tudják megjavítani, mert le van ajtózva, le van lakatolva. Bazd meg! Hát a szopás. Le van lakatolva. Akkor honnan kéne megnyitni a rendszert? Mindenképp az oxigén részről. De az ice meg a polluted ice az... Én nem jöttöttem be a polluted ice-ot. Igen, igen, biztos, hogy az. Tehát felolvadt itt egy szennyezett vizes jégtömb. Csak nem tudom, hogy olvadt fel. Hány fok van itt? Minusz 10. Vagy a faszomba sikerült annak felolvadnia. Még egy részletkérdés. Sikerült neki és kész. És a világ minden tájáról begyűjtik a jeget, baszki. Jó, annyira nem fontos. Annyira nem fontos. A bázisról elhozták már? Bázisról el. Na, az volt a lényeg. Oké, Andris, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jó ét, meg minden. Bekuksisztál. És hogyha ezt meg akarom építeni, akkor ide mindenképp kell tennem egy-kettő ilyen... ilyeneket. Akkor már igazából végig tehetném, hogy ki tudjam bányászni ezt a légteret itt, mert zavar, hogy ott vannak azok a blokkok. Hogy ne félne bele egy kérdés? Kettő is, Béla, mondja csak. Tedd fel a kérdésed. Hát tudunk, rá válaszolunk. Én sem vagyok ám olyan nagy tudású. Az meg mi a szar. Állj meg! Molten lárva.
De ronda, és amúgy meg egyszer egy cuki is. És az olajban él, az kemény. Milyen jó, hogy van mentés. Így kell elbaszni amúgy. De ha van mentés, így nem gáz. Tök jó, hogy a survival mód az nem olyan, mint a Minecraftban, hogy nincs mentés. Az milyen szopás lenne? De hát mondjuk akkor ugye nem lehetne folytatni a játékot. Jó, semmi probléma, semmi probléma. Csak annyit kellett volna csinálni, hogy ezeket a parancsokat én itt kitörlöm. És kész! Ez szerintetek Gelenó mit keres itt benn? Mit keres ott benn? Hogy sikerült bezárnia magát? De magadat zártad be, baszk! Hogy kerültél be oda? Micsoda szerencsét, hogy legalább volt oxigén. Szia Petmen, jó ét, köszi, hogy itt voltál. Én is megyek, meg kurva sok az idő. Ezt befejezzük legközelebb. Kiengedtünk, na. Ez kellett volna történjen. Mert így még megmaradott a víz. Elég furcsa néz ki, de megmarad. Szóval... Igen. 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 És mi a kérdés? Ja, tudom, mit csináltunk még. Beraktuk a... Ja, nem, ez már működik. Mi a szucc ez? Iron ore to iron. Ezt is megcsináljuk. Nem akarom berakni foreverbe, mert mi van, hogyha kell a sima érc. Ugye valami ez az kell. Itt is van egy kis iron ore. Ezt még kiszedhetném. Van egy kis alga is. Itt is van egy csomó alga. Itt egy rakás iron. Kurva sok. Itt is van iron. Mindenhol van minden, baszki. Kiért, hogy a hálózat túl terhelt? Kajak? Hogyha, de akkor ez nagyon határeset. Tehát végtelenül határeset. Tehát valószínűleg arról van szó, hogy a... hogy pont 1000 watt. Hogyha rákötök egy trafót, és az folyamatosan tölt, akkor az pont 1000 wattot fogyaszt. És a kábel meg 1000 wattot bír, tehát a 2 kW-os kábel már elég kell legyen. Oké. Az amúgy jó. Ezt még megcsinálom, mert legközelebbi streamben fogom felejteni. Ezt csinálom csak meg. Ez, akkor itt a vége, tényleg. Circuit overloaded. Lehet, hogy kiírtad, csak nem látom, hogy hol. De én elhiszem, hogy te láttad. Annyi mindent kiír ez a játék, baszki, hogy nekem ez már sok. Hogyha ezt kiírta, akkor biztos úgy van. Pontosan ezt jelenti. Szóval, az a router van netre is. Egy klienssel még ok volt.
A telefon felment a netre, valamire szaggatott, ahogy pedig egy másik csatornát is nézni próbáltam egyszerre, komplet szétesett. Gondolom a router a gyenge, a jel ok volt, de mi az, ami erősebb legyen rajta? Hát lehetséges, hogy általában az... Mikor ér router ez? Vagy meg tudod mondani, hogy hány megabites a wifi-e? Mert ha az 54 megabites wifi-s, az akkor az valószínűleg egy 10 éves router körül lehet, és az 54 megabit wifi-nél sosem 54 megabit, hanem kurva kevés. Az csak egy névleges sávszélesség gyakorlatilag. Hat éves? Hát, hat éves akkor nem, akkor 150-es lesz szerintem. Az a wifi-n keresztül bármi lehet gyenge, még akkor is, hogyha jó a jel, még akkor is lehet gyenge. Ez a baj a wifi-rel. Tehát nagyon, nagyon lutri. Wifi egy érdekes jószág ilyen szempontból. Tehát igazából tehát minden, amit csak lehet kábellel kell összedugni. Azért szokott a szolgáltatóknak is az első kérdése lenni, hogy na és wifi vagy kábel? De a szolgáltatók is tudják, hogy a wifi az problémás. Még akkor is, hogyha 150 vagy akkor is 300-as a wifi, vagy 450-es, akkor is lehet problémás, hogyha jó a jelerősség. Furcsa, de ez van. Nagyon érdekesen töltődik ez a két akkumulátor. Én azt hittem, a töltések ki fognak egyenlítődni, de itt 12.000 zsúl töltés, itt meg 6.000. Furcsa, nem? Nem is tudom, mire vélni. Fenntartó a rendszer az megvan, csak hogy lemerültek a nagy aksik, és ez zavar egy kicsit. De valószínűleg ez szép lassú folyamat volt. Mert szerzős, hogy 300, de valahogy nem bírta kiszolgálni a cuccokat. Pedig való életben kiegyenlítődnek. Szerintem. Egy idő után. Én úgy emlékszem. De nem akarok okoskodni, lehet, hogy rosszul emlékszem. Hát én csak a routerre tudom fogni, hogy 6 éves router, és ennyi mindent akarsz róla nyomatni, a 6 éves commerce routerek nem voltak annyira a toppon. Tehát arra voltak jók, hogy két gép elmenjen róla, és akkor kész. De hogyha mindenre az van használva, és nem szolgáltatói router, akkor lehet, hogy meg kellene próbálni lecserélni valami komolyabbra. És amúgy már leesett. Azért olvadt szét a jég. Mondjuk polluted water volt, úgyhogy nem tudom miért. Mert olyat nem tettem bele. Na mindegy. Lényeg, hogy ez tele van jéggel. Jó kis jégtároló, frankó, aztán kész. 60 maximum és 2 mindig minimum, de érdekes. De mi olvad itt fel? Honnan jön ez a szar? Ezt egyszerűen nem bírom felfogni. Honnan jön ez a polluted water? A dobozból? De miért? Nem tettem bele olyat. Sima ice van benne. Na, mindegy. Olcsó volt. Hát, hogyha olcsó, akkor ezek tényleg csak névleges sávszélességi adatok. Nem, tehát igazából nem sok adat van. Tehát, hogyha gigabites router, aminek mondjuk 300-as a wifi-je, akkor az, hogyha ma veszel egyet, az már nem lesz rossz. Komolyan. Tehát nem kell drágát venni. De nem is a legolcsóbbat, de tudom már ilyen 5-6 ezer forintokért lehet venni egy routert, ne azt vedd meg. Vegyél mondjuk 15 ér egyet, és akkor az szerintem azzal nem lesz gond. Jó, akkor szerintem van már elég vezetékünk ehhez a cumóhoz. Hát van igazából van. Száz megás még a routered? Hát, ez könnyen lehet probléma. Aha.
nagyon jó. Így. És akkor megépítem mindenhol, az alsó ajtót kinyitom, ráteszem 9-es prioritásra, csinálják minél hamarabb. Ezt már elveszem, 5-ös prioritás, nem kell. 8 megás a net, hát igen, ha mondjuk a 8 megás net, az eleve kicsit így gyenguszka. Az már nem nagyon viszel két streamet. Mindenki ilyen 6000 kilobit per szekkel streamel. Két 6000 kilobit per szekes stream nézéséhez egy időben 12 megabites internet kell letöltésbe. Hogyha neked egy 8-as van, akkor mindegy milyen rútert veszel, az sosem fog menni. Akkor azzal van itt a fő probléma, nem is a rúterrel, de hát kiderül. A felsőt jobb lenne kinyitni. Ezen gondolkodom én is, melyiket kellene kinyitni. Nem jutok dűlőre, az a helyzet. Szerintem... Hát értem, hogy a router az helyi hálózat, de... Tehát mondtad, hogy ha két videót nézel, gondolom internetes videót, akkor nem megy el a kettő. De az azért van, mert gyenge az internet. Hogyha helyi hálózaton nézel videót, az lehet azért, mert régi a router és nem viszi el. Mind a kettőt ki fog kelleni. Jó, hogy nem internetes videó. Aha! Wi-Fi-n keresztül nagyon szar videót nézni. Ahhoz kellhet a jobb router. Valószínűleg az segíteni fog akkor. De csak egy tipp. De miért kellene mind a kettőt? Szerintem a sokkal fontosabb lenne, hogy a hidrogént a helyén tartsuk, komolyan. És hogyha fent itt kinyitom, akkor nem fogjuk a hidrogént a helyén tartani. Tudni. Szerintem csak az alsót nyitom ki. Ja, de ki kell nyitni, bazd, mert nem tudnak felmenni. Ó, oh, bazdmeg, nincs ott létra. Azért kell kinyitni mind a kettőt. Jogos, bazdmeg. Ó, oh, 22.000 forint, hogyha találsz egy routert, az szerintem az jó kell legyen. Tehát akkor más lesz a gond. Tehát akkor az azzal fog kiderülni. Na jó, van, nyissuk ki! Mondom, a fáradt vagyok, én nem vettem észre, hogy nem tudnak felmenni lentről fel. Végis visszacsukódik, tehát hogy így ezzel nincsen gáz. Nem biztos, hogy segít, tehát nevet készpénznek, sose amit én mondok, de szerintem ez kell, hogy segítsen. 90%. De hogyha mégse, akkor ne haragudj. Ezeket a régi 6 éves routereket még nem nagyon erre találtak ki. 6 évvel ezelőtt még nagyon kicsi igény volt arra, hogy otthon az ember helyi hálózatról filmezzen. Aztán okos tévé, meg minden, elterjedtek ezek a cuccok, és egyre nagyobb igény lett arra, hogy helyi hálózatról az ember ezt megoldja. Hó. Ez kell. Nem meghalt a hatchünk. Ennyit erről. Ide kell hozni a tojásokat. Van egy csomó tojásunk, el vannak pakolva a dobozokba. Ki kell őket keleszteni, kell a műanyag. Készen vannak a vezetékek. Remek. Akkor ezt lelokkolom, meg ezt is lelokkolom. És azt kell nézni, hogy máshol túlterhelődik, mert tényleg az a legnagyobb érdekesség, hogy máshol nem akar túlterhelődni. Talán most már jó lesz. Érdekes, hogy mennyire nem lett szükség ezekre.
Hát valamivel előrébb vagy. Egy jó router mindig jobb, hogyha... Tehát azért komoly hálózati terhelés jelent HD filmet nézni hálózat. Gondolom, hogy HD filmről van szó. Azért az nem 6 kilobit perszek, hanem fogalmam is mennyiben megy egy HD film, őszintén szólva. Hát 20-szal, 30-szal biztos. Hogyha mondjuk MKV-ba van letöltve. Hát egy 20-30 kilobit perszek, hogyha régi routered van, akkor a 150-es wifi szerintem azon megakad. Nem, 150 megabit perszek az névlegesen jól hangzik, de az szerintem jó, hogyha 20-szal megy. És akkor az határeset. Két film, akkor az 40 megabit perszek, nem fog beleférni a 150-esbe. Gyenguszok ezek nagyon. Hát ugye nem kliensenként 150 megabit, hanem akárhányan rajta vagytok a wifin, annyi felé oszlik a 150. Tehát hogyha három kliens már egyszerre wifizik a routereden keresztül, és mind a kettő teljes sávszélességet akar használni, akkor 150-ben már csak 50 marad. De ezért mindig csak névleges 50, körülbelül 5 fog maradni gépenként, hogyha hárman wifiztek egyszerre. Megint túlterhelést jelzett. De hol látott te ezt? Hol látott te ezt? Túlterhelést jelez. Ha? Én nem vágom. Ja, itt. Akkor végig kell húzni. Végig kell húzni ezt a kibaszott kábelt. Ah! Ja, itt balol, egy pillanatra írta, csak én nem veszem észre, mert én pofázok, meg nézelődök mindenfele. Aha! Hogy itt írja. Azt egyszer sem vettem észre, de akkor oké. Okay. Oké, sok is. Ezt itt nem kell. Nincsen ilyen disable disinfect. Nincsen. Mármint, hogy az egész falat végig húzzam vele, mert ez így gáz, hogy így végig kell kattingatni. 23.49, bassza meg! Mert ide fognak lejárni, fertőtlenítgetni ezt a kibaszott falat, és semmi értelme nincsen. De szóljátok, hogyha erre van valami megoldás, mert ez itt szopás. Ezekkel a falakkal itt nem kell foglalkozni, így. Hát akkor végig kell húzni az egészet ilyen kábellel, bassza meg. És az nagyon-nagyon sok fém lesz. Nagyon-nagyon sok. Azt még nyomatni kell neki ezerrel. Na jó van, mindegy, ez majd a következő stream problémája lesz. Nagyon-nagyon elment az idő, és én meg már egyre fáradtabb és éhesebb vagyok. És ma még rainbowzni is kellene egy kicsiket, hogy ne jöjjek ki a formámból legalább szombatig. Mert én még nézem a hőmérsékletet. Azt a kurva, de király. Hát mi? Olyan boldogak ezek az agancsok most. De gyakorlatilag az egész bázis boldog. Hát tök szuper minden. Víz. Víz problémánk lesz egyszer. Ez még mindig sok víz, de... Lassan lehet, hogy be kellene kapcsolni ezt a vízmelegítőt, de nyilván ma én ezzel már nem foglalkozom. Tök jó. Tök jó minden, össze van állva az egész bázis, nagyon fasza. Kicsikét fogy a kajánk, de majd még rá tudom boostolni esetleg. Jó. Legyen ennyi elég. Túltoltuk. Kicsikét túltoltuk. Köszönöm szépen a figyelmet, meg minden egyéb. Köszönöm, hogy ilyen sokáig itt volt, aki itt volt. Én ezt nem várom el amúgy.
Tehát én eljátszogatok magamba is, de... De hát, ja. Ha megyek, megyek, pihenjetek. Hú, de jó lesz, én is azt fogom tenni. Aki dolgozik holnap, valamilyen oknál fogva annak kitartást, aki hétvégén is annak meg még több. Aki meg teheti, az pihenjen, mint az állat. És találkozunk holnap. Nem tudom, lehet, hogy World of Warships lesz, az is lehet, hogy War Thunder. Nem tudom még összintén. Szóval valami multis játék, lehet, hogy Zolival fogunk játszani. Nem hiszem, hogy csé. Mert akkor arcon köpném magamat a tükörbe. Azt meg nem akarom. Mert le kell mosni a tükröt. Na, lehetek jó. És akkor holnap találkozunk a megszokott helyen, módon és időben. Pálkahegy, srácok! Pálkahegy!